Tehát a mai estén a bánkbánról lesz szó, ha már szóba került a nagyúr, és egy-két apróságot hadd mondjak el, ilyen hát személyeskedő jellegű bevezetésként, hogy Kecskemétnek elég sok köze van ehhez a fajta tárgyalásmódhoz, ahogyan mi most megközelítjük a bánkbánt. Hát erre megint föl lehet kapni ugye a fejet, mert ha bánkbánról, Katona Józsefről van szó, akkor Kecskeméten elsősorban Orosz László szokott eszünkbe jutni méltán, de hát ő éppen nem ilyen szemszögből közelítette meg a bánkbánt. Viszont az Örökség Népfőiskolának volt, én már nem is emlékszem hány évvel ezelőtt, itt Kecskeméten az ifjúsági házban egy hétvégéje, egy ilyen alkalma. Idősebbek még emlékezhetnek rá, ez Molnár V. József és Hintalan László szervezésében működött ez az Örökség Népfőiskola, és hát városról városra jártuk az országot, azt hiszem 6 évig működött ilyen címen ez a hát alapítvány, illetve a ráépülő népfőiskolai rendszer, amíg aztán kinőttük. Na most itt volt az az első eset, hogy a bánkbánt ilyen csillagmitoszi keretek között adtuk elő, pontosabban bizonyos részleteket, egy teljes fölvonást, ha emlékezetem nem csal, mégpedig azt hiszem a 3. felvonást adtuk elő. Na most, hogy milyen jelmezekben, milyen díszletek között, hát azt majd mindjárt megbeszéljük. Hát először is, hogyan indult el a bánkbánnak ilyen irányú kutatása? Hát azt lehetne hinni, hogy ezt, ha már egyszer én adom elő, akkor én kezdeményeztem, de nem így volt. Mint hogy általában az ilyen jellegű kutatásokat nem én indítottam el, hanem valamelyik tanítványom. És ahogyan magát az egész ilyen irányú vizsgálódássor, tehát akár festett kazettás mennyezetről volt szó, akár mondjuk balladáknak az ilyen keretek között történő elemzése, mindegyik valamelyik tanítványomnak volt, vagy szemináriumi dolgozati hát munkája, vagy egyszerűen egy ötlet, ami kipattant a fejéből, aztán érlelte, és végül megkeresett vele. Na ez történt a bánkbán esetében is. Két nagyon kiváló tanítványom, legalábbis az egyiknek a neve már ismert lehet, hiszen az ember tragédiájának a feldolgozását egyikőjük, Szabó Gyula végezte el, még például kis éven keretén belüli feldolgozását, fogunk ezzel találkozni még majd itt. Na ő nem az ember tragédiával kezdte el, hanem a bánkbánnal kezdte el annak idején a vizsgálódásait, és majd mindjárt látjuk, hogy hol futott vakvágányra az ő vizsgálódása, mert mi is erre a vakvágányra fogunk ráfutni mindjárt, mert hiszen minden ilyen próbálkozás akkor igazán tanulságos, ha az ember a mellékutakat is megismeri, meg azt, hogy hol lehet eltévedni, és hol lehet vakvágányra futni. Akkor érezzük igazán, hogy melyik viszont a jó vágány. Tehát ő is, hát ha ismernénk, tudnánk, egy rendkívül gátlásos fiatalemberről volt szó, és az első ilyen megtapasztalása annak, hogy nem volt teljesen szerencsés a ráindulása, végül is őt visszarettentette. Úgyhogy leszállt erről a témáról, ahogy mondani szoktuk. Én meg egy darabig próbáltam őt biztatni, és kiderült, hogy nem, ő már közben az ember tragédiájába szeretett bele. Ezt aztán tényleg kiválóan elemezte is. Tehát nem jött vissza a bánkbán témakörébe, viszont engem meg izgatott a dolog, hogy ha ő egyszer ezt első lépésnél elhibázta, lehet-e ezt jól meglépni, ezt a közelítést. Ilyen irányú kutatásoknak általában az első menete, ha drámáról van szó, hát ezt már ismerjük végül is, de hát azért megkísérelhetjük most is. Talán mutattam már hasonlót, vagy hát valószínűleg ismerik ezt a sorozatot, ez a Matúra sorozat, ez egy nagyon kiváló feldolgozása irodalmi műveknek, nem csak drámai műveknek. Magyar irodalom klasszikusait is feldolgozták ebben a sorozatban, de világirodalmi klasszikusokat is, tehát Shakespeare-t, Molière-t, nem is emlékszem, Puskint, ha jól emlékszem. Tehát ez mondhatom, hogy pedagógiai szempontból talán a legszerencsésebb irodalomtörténeti vállalkozás volt. Én ritkán szoktam úgy teleszájjal dicsérni
valakiket, illetve vállalkozásokat, egyszerűen azért, mert nincs rá módom, de ha viszont van módom, azt nagyon szívesen megteszem. És ebben az esetben ezt kell mondanom, tehát úgy szólván maradéktalanul csak jót tudok rá mondani, más kérdés, hogy ők nem ilyen keretekben tárgyalják a műveket, ahogyan mi, de hát ilyen keretekben egyáltalán senki nem tárgyalta még eddig, tehát ezt igazán nem a elmarasztalásukra mondom. Minden esetre példaszerű a tálalása egy-egy ilyen irodalmi műnek, hiszen benne vannak az előzményei, és azért nem is fogom ezeket én részletezni a továbbiakban, benne vannak az íróra vonatkozó legfontosabb ismeretek. Mindez nagyon jó csoportosításban, tehát általában időrendben, és nem túlbeszélve. Tehát ugye ez diákoknak szól, matúra ez a neve, tehát érettség, tulajdonképpen érettségire készít föl, és benne van a maga a teljes mű is, ami nagyon fontos, mert így nem kell hozzá megvásárolni egy másik könyvet, amiben a mű van, és hát ez megint alapkérdés. Tehát mi is így adtuk ki az eddigieket, hogy a teljes mű van benne, és a hozzá csatlakozó elemzés. Na most a drámai műveknél az alapkérdés az általában ott kezdődik, hogy a kétféle lehetséges állatövi keret közül melyik az, amelyik jobban illeszkedik rá. Emlékszünk még talán, mi kettőt is próbáltunk már eddig. Az egyik a Magyar Elektrának a keretelésében hát kapott hangot. Ez, tehát az egyik az a dinamikus rendszer, ez a hétbolygó rendszer, most nagyon egyszerűen fogalmazzak. Másik a statikus rendszer, az az állatöv. Most az állatövet nem mindig szokták a maga teljességében felhasználni, hiszen emlékszünk még legutóbb a Ludas Matyinál nem a teljes állatövet járatta be a hőssel, hanem csak négy fázist. És ha jól emlékszünk, ez pont az átváltásoknak a négy fázisa volt, az úgynevezett váltó vagy változó keresztnek a négy szárvége volt az évkörben, mégpedig a halakkal indulva, utána a következő volt az ikrek, aztán jött a szűz, és végül a nyilasban teljesedett ki egy ingyen kegyelmi gesztussal. Most a múltkor nem volt már rá időnk, általában úgy a végén már nagyon gyorsan kell hát befejezni az előadásokat, de azért hadd kérdezzem meg, hogy a halakból való indításnak azon túl, hogy a tanúságok végül is ennek a világkorszaknak, ennek a világhónapnak szólnak, és benne a magyarság sorsát firtatják ezek a alapművek, tehát a magyar irodalom alapművei, azért még egy olyan mozzanat van, amelyik feltétlenül ebbe a halak hónapjába helyezte a Ludas Matyi indítását. Vajon melyik ez a mozzanat? Erre nem tértünk ki a múltkor. Szokták pedig, akik úgy hallgatják az ilyen előadásokat, rögtön ezt szokták ilyen megerősítő adalékként mondani, még szintén el se kezdem az elemzést, már rögtön mondják, ez csak a halakból indulhat. Miért? Hát hogy hívják ezt a hőst? Mátyás. Hát Mátyás hol van az évkörben? Halakban. Tehát egy nagyon lényeges, és éppen a Mátyás ugrása az az, ami a szökőévnek az ugrása. Tehát a szökőévnek a szökőnapja, az vigyázat, az nem 28-a után következik, hanem Mátyás napjával kezdődik, tehát Mátyás ugrik egyet. Ez azt jelenti, hogy döntő szerepe van az időszámításunk pontosításában is, az időkereteinknek a pontosításában is, de hát maga a Mátyás kérdés az évkörben még további furcsaságokkal is jár. Biztosan ismerjük azt a mondókát, hogy Mátyás, ha jeget talál, tehát töri a jeget, ha talál, ha nem talál, csinál. Tehát ezt ismerjük, ugye? Tehát a jégtörő Mátyás, és ehhez még az kapcsolódik, hogy történetileg is a mi Mátyás királyunk, hát hol kapta meg a megválasztást? Tehát persze, igen, méghozzá Duna jegén. Az, hogy ebben mennyi a monda, mennyi a valóság, minden valószínűség szerint van valóság alapja. Tehát ez azt jelenti, hogy többszörösen kapcsolódik a halak havához Mátyás, és ennél fogva, ha valaki Ludas Matyinak kereszteli a hősét, az egyszer egészen biztos, hogy a halakból fogja indítani, másrészt egész biztos, hogy győztes lesz. Mert mi az utolsó képviselő a magyarságnak,
aki még királyi szinten tudta az érdekeinket képviselni, az Mátyás volt. De az ember pontosan tudja, hogyha ezt a nevet választja egy hősnek, és az tényleg méltó erre a névre, hát az biztos, hogy győztesen fogja képviselni a magyarságot. Nem véletlen, hogy bizonyos erre méltatlan személyek is ahhoz, hogy a nemzet el tudja őket fogadni, legalább ideiglenesen, Mátyásra magyarosították azt a nevüket, ami hát kevéssé tűnt magyarosnak. Tehát minden esetre ezzel a, hát én most nem részletezem ezt, idősebbek valószínűleg emlékeznek még, fiatalok meg inkább meg se tudják. Tehát lényeg az, hogy a évkör akkor is jelen valóvá tud válni, ha én nem járom végig mind a 12 stációját, hanem ha bizonyos rendszer szerint ebből, hogy mondjam, egy válogatást adok, de nem lehet szertelenül. Tehát akkor nekem egy keresztet, vagy legalábbis egy tengelyt kell jeleznem, ahol egyszer a tengely egyik végén a szellemiség kibontakozását tapasztalhatom meg, a vele szemközt lévő időegységben pedig annak a testi megvalósulását. Ha pedig az arra merőleges tengelyt is jelzem, abból egy kereszt alakul ki, és akkor már egy teljes személyiségfejlődést végigvehetek, hiszen ott már a gátoltságokat is megkapom. Tehát azokat a tulajdonságokat, amelyek kizökkentik a saját pályájáról, és megpróbálják átállítani egy nem neki való pályára. Minden esetre ebben a négyességben már végül is a statikus rendszer, tehát az állatöv, ha sűrítetten is, de azért jelen volt. Ez volt tehát az elmúlt alkalommal a Ludas Matyi esete. Most a következő, igazán nem ilyen alapon választottam, de akár ilyen alapon is választhattam volna, már az egész állatövet is hát igénybe fogja venni, de egyelőre ez legyen egy feltételezés. Minden esetre Szabó Gyula és másik társa, őt Winkler Zoltánnak hívják, és ő Arany Balladáit elemezte hasonló keretek között. Mi ezekkel most nem fogunk foglalkozni ebben a sorozatban. Tehát mind a ketten elindultak a magyar irodalom gyöngyszemeinek a csillagmitoszi hát jellegű elemzése útján, ki milyen irányba, aztán végül is mindegyik befutott. Na most az ő feltételezésük az volt, hogy a hét bolygó rendszer működik. Tehát, hogy egy olyan fajta rendszerrel találkozunk, amilyen mondjuk a magyar elektrában, illetve előképében a Szofoklészféle elektrában hát kimutatható volt. Mire alapozták? Hát itt rögtön lehetett érezni, hogy ez nem lesz a jó út. Ugyanis olyan jelenetekre, amikor Peturbán egy ilyen elégedetleneknek a körében, ugye már látja, hogy nem nagyon fog itt menni a dolog, itt elalszanak, nem akarnak igazán hát tevékenyen részt venni a királynő hát félretételében, és akkor ő már egyedül van csak, és többiek már mind lepihentek, és akkor kinézi, és a csillagra, hát hogy mondjam, bámul föl, és ahhoz intéz néhány mondatot, nem sokat, még azt is hamisnak találja a végén, a pármondatos monológiának a végén. Na most ő ebből kiindulva vélte azt, hogy tehát itt a csillagok, vagyis a bolygók, mert az egy bolygónak a megfelelője volt, csak a régi magyar nyelvben tudjuk, csillagnak nevezték a bolygókat is, mégpedig bujdosó csillagnak. Tehát ebből kiindulva megpróbáltak bolygó tulajdonságokat hát rekonstruálni a cselekményben, és miután ez nem volt eredményes, tehát itt kerestek meg. Na most én felolvasnám, mint ahogy ilyen esetben célszerű, a szereplők listáját. Minden drámai műnél érdemes az elemzést a szereplőknek egy olyan listájával kezdeni, amit maga a szerző állított össze. Miért? Azért, mert általában ugyan a régi színlapokon úgy írták föl a neveket, ahogyan színre lépnek, és ezzel találkoztunk mi már Szofoklész, illetve a ráépülő Bornemissza a darabban, de majd meglátjuk, hogy ez ott különösen érdekes, ahol sok szereplő van. Hát ott nem volt olyan rettentő nehéz a dolgunk, mert ugye annyi volt a szereplőnk, ahány a hétbolygó rendszernek a tagja, tehát az azonosításuk aránylag egyszerű volt. Most itt elkezdi az ember, és azt mondja, második Endre magyarok királya.
Hát itt már lehet látni, ez biztosan nem a színrelépés sorrendjében adja, mert hiszen ő csak az ötödik felvonásban jelenik meg. Hanem itt valószínűleg egy rangfokozati hát sorrend van, ez a másik fajta csoportosítása lehet a szereplőknek. Majd másodiknak jön Gertrudis királyné, harmadiknak Béla Endre Mária kisgyermekeik. Ezt már ő is összekapcsolta egyetlen tétellé, tehát ez már így a harmadik tétel. Aztán Otto Bertoldnak, a merániai hercegnek fia, Gertrudisnak testvéröccse, ez már négy. Bánkbán Magyarország nagyura, aztán Melinda a felesége, Soma a fiacskájuk az udvarnál, ezzel már hétnél vagyunk. Most akkor nézzük tovább, Mikhál bán, Simon bán, vehetjük egynek is, ha nagyon akarjuk, de akkor is már nyolcadiknál vagyunk. Aztán egy zászlós úr, aztán Petur bán, bihari főispán, és az ember mondja, állj le, állj le, állj le. Hát ennek már semmi köze így nem lehet a hét bolygó rendszerhez. Hát teljesen nyilvánvaló. Tehát ez volt az a ráindulásuk, ami nyilvánvalóan nem volt jó, első hát közelítésben felszíni jelenségből indultak ki, egy olyan mondatból, ami hát végül is nem jelentéktelen helyen, nem jelentéktelen megfogalmazásban, de egy teljesen felszíni ügy volt, nem lehetett kiterjeszteni a jelentőségét az egész darabra. Nem tért vissza, nem volt előjelzése, nem volt később következménye, tehát ilyeneket nem szabad alapvető fontosságúnak tekinteni. Na akkor folytassuk. Miska bán, a királyfiak nevelője. Solommester ennek fia. Aztán Bendelejben Izidóra, türingiai leány. Aztán egy udvornik. Aztán Biberach, egy lézengő ritter. Ezt tudják, mit jelent a lézengő ritter? A ritter az lovagot jelent, ezt kóbor lovagnak mondanánk ma, de rendkívül találó ez a lézengő ritter. Meg kell mondjam, hogy általában havonként legalább egyszer használom valakire, az illető általában politikus, de ennek nincs jelentősége. Tehát Tiborcz paraszt. És akkor még mindig zárójelben van a továbbiakra, tehát a statisztákra vonatkozóan, a zászlós urak, vendégek, udvornikok, udvari asszonyok, ritterek, békétlenek, katonák, jobbágyok. Történt 1213. esztendő vége felé. Na most itt van az a pillanat, amikor az ember leszámol egy illúzió, és azt mondja, a hétbolygó rendszer irányából való megközelítés nem tűnik sokat ígérőnek. Egyszerűen nem tudok úgy hét szereplőt kiválasztani, hogy az az egész cselekmény menetre meghatározó, és a többit, mint egy maga alá szorítva statisztériának minősítő hetesség legyen. És itt valóban nagyon fontos, hogy az ember a darabból induljon ki, ne azt próbálja mindenáron igazolni, hogy de én eldöntöttem, hogy itt a szereplők csak bolygókat hát testesíthetnek meg, míg ellenben az állatövi jegyek azok csak keretet adnak cselekménynek. Lehet, hogy ez más darabban így van, a klasszikus daraboknál általában tényleg így van, de itt nem így van. És akkor az ember elkezd töprengeni, akkor milyen alapon kezdjem el elemezni. Hát ha ide rajzolom, akkor gondolom talán ide. Mindenhonnan lehet látni. Akkor induljunk el egy kísérlettel. Tehát azt jelenti, hogy egyelőre rajzoljunk be az évköri egységeket, kit-kit a maga helyén, ugye itt szoktuk indítani, a kossal tavaszi napi egyenlőséggel, itt a mérleg válaszol rá, itt, hogy ne takarjam, ide írom. Itt lesz a rák, tehát a nyári napforduló, itt a téli napforduló. Itt menjünk tovább, ez a bika, ez az ikrek, itt lesz az oroszlán, az aratószűz, itt a skorpió, nyilas, itt pedig a vízöntő és a halak. Most nincs, igazából nincs nehéz dolgunk. Tehát, ha az ember ismeri a történetet, drámának a történetét, különösen olyan drámának, amely valóban professzionista módon van megírva. Tehát Katona Józsefről azért annyit nem árt tudni, hogy tényleg professzionista volt a szónak a nemes értelmében. Tehát nem úgy profi, hogy mindent tudott a drámaírásról, viszont mondani valója meg semmi nem volt, vagy hogy mindenképpen tetszeni akart. Ha valaki erre kíváncsi, akkor menjen el a mostani itteni színházba, és majd láthat egy francia szerzőt, aki tényleg profi volt, és semmi más. Tehát van ilyen is, nagyon jó nálunk, Molnár Ferenc volt például ilyen,
nagyszerűen tudott írni, tényleg csak az ember érzi, hogy ez nem nekem szól, kész, ennyit erről. Tehát olyat, ami a nemzetnek is szól, a világnak is szól, tehát mind a kettőnek, olyat azért nagyon kevesen tudnak írni. Ezért van az, hogy aránylag kevés az olyan dráma, ami valóban időtálló. Hát felújítani bármit lehet bármikor, de nem minden olyan, ami aztán valóban a világnak is, és az adott helyszínnek is, ahol született, hát egyforma intenzitással szól. És itt mindjárt az elején azért egy nem mellékes kérdést tisztázni kell. Nálunk a Bánk Bánt, mint a nemzeti sérelmek drámáját játsszák. Tulajdonképpen az első bemutatása óta azt gondolom tudják, hogy amikor ezt írta Katona József, akkor ez nem jelenhetett meg csak a nyomtatásban, de színpadon nem. És elég hosszú időt kellett kivárni ahhoz, hogy ez egyáltalán bemutatásra kerüljön. Tehát ez azt jelenti, hogy a cenzúra ebben hát eléggé veszélyes témát látott. Azt is tudjuk, hogy nem is annyira a... hogy mondjam, az idegen kontra magyar hát párbajban, ami végig zajlik ebben a darabban, hanem elsősorban abban, hogy itt királyi személyt öltek meg. Tehát egy idegen királyság, idején tudjuk, hogy Mátyás után Magyarországnak csak idegen királya volt. Na most, tehát ez azt jelenti, hogy ha itt királyt ölnek, ez azt jelenti, hogy ez akár holnap effektíve is létrejöhet. Tehát ez nagyon veszélyes téma volt, és bármennyire is, hát mondjuk igyekezett ezt Katona úgy megírni, hogy a dolognak az emberi oldala hangsúlyozódjék, és ne pedig a nemzetiségi oldala, azért ezt nem lehetett úgy megírni, hogy a királygyilkosság királygyilkosságnak ne tűnjék. És ez volt a valódi indok, tehát emiatt nem akarták, hogy ez színre kerüljön, mert olyan irányban mozgosíthatta volna a nézőket, hát ami nem volt kívánatos az akkori hatalomnak. Na most a színre állításnál, mióta egyáltalán bemutatják Magyarországon, egy alapvető tévedést hát erőltetnek. Az alapvető tévedés pedig úgy szól, hogy a Bánk Bán voltak éppen a nemzeti sérelmeknek a drámája, és ennek a végkifejlete az, hogy egy nem egészen átgondolt, tehát egy heves, egy indulatból fakadó mozdulattal végül is Bánk Bán leszúrja a királynét. Ezt ugye tudjuk, hiszen gondolom, hogy azért olvasták, vagy legalábbis hát hallottak erről a drámáról, hogy Bánk Bán nem jó szántából szúrja el, aki nem megfontoltan szúrja el a királynőt, hanem egyszerűen a királyné támad ő rá, és ő elkapja a kezét, ezzel a tőrrel a királyné akarja őt megölni, őt, Bánk Bánt. És ő elkapva a kezét, kirántja belőle, tehát kicsavarja belőle a tört, és még azon mozdulattal, hogy anélkül, hogy az ész kontrollálná a mozdulatát, ő szúrja le a királynét. Tehát úgy is mondhatnánk, hogy önvédelemből szúrta le a támadóját. Ezt jelenleg, ha jogilag akarom értelmezni, ez önvédelemből elkövetett, hát hogy mondjam, emberölésnek tűnik, és minden valószínűség szerint föl is mentenék. Tehát ez teljesen tiszta, hiszen mindez a szemünk láttára zajlik a színpadon. Ezzel együtt a történetnek ez a idegen elnyomók, idegen erkölcs alapján, ráadásul még, hát hogy mondjam csak, a családot földúló vétség párosul itt a nemzetet elnyomó vétséggel, tehát nagyon kiélezetnek tűnik az, hogy ez egy kifejezetten magyar probléma. És így elsikkad az, hogy egyáltalán nem nemzeti sérelmek drámája. A szó legszorosabb értelme világdrámáról van szó, és mindaz, aki ezt úgy igyekszik beállítani, hogy de ez igenis csak a magyaroknak, csak az idegenekkel szembeni hát problémáiról szól, és még ráadásul hát ezt hát fejeli meg a szerző azzal, hogy még itt egy feleség megmocskolásáról is szó van, teljesen rosszul indul a darabra. Most ezért van az, hogy a Bánk Bán tulajdonképpen eladhatatlan a világszínpadain. Miért? Mert azt mondja, hogy a magyarok, Trianon szindróma, stb. És már abban a pillanatban mindenki visszakozik. Na most
ennek a dolognak ez egyszerűen egy félreértés. Tehát nem megy mélyére a dolognak, nem érzékeli, hogy ez sokkal tágabb keretben fogalmazza meg problémát. Tehát nyugodtan át lehetne írni minden megnyilatkozást, ami a darabban magyar jelzővel történik, nyugodtan be lehetne írni, hogy nem tudom, Patagon indián. És mindent, ami meráni, be lehetne írni, mit tudom, spanyol. Tehát semmiféle speciális magyar vonatkozása nincs. Itt egyszerűen arról van szó, hogy van egy benszülött nép, amelynek megvan a maga erkölcse. Ez az erkölcs, ez általában minden benszülött népnél nagyon magas rendű. Magas rendű a Patagon indiánoknál, magas rendű az eszkimóknál, magas rendű a szibériai népeknél, és akkor jön egy egészen más erkölcsiségű népség, és az a saját erkölcsiségét, ami hát csak idézőjelben nevezhető erkölcsiségnek, ezt egyszerűen ráerőlteti. Na most ebben mi a magyar? Tehát ebben az ég világon semmi olyan nincs, ami csak ránk és csak a bennünket elnyomókra, vagy a bennünket kijátszókra, megcsalókra érvényes. Semmi, ez egy egyetemes emberi probléma. És éppen azért nem akarja fölismerni ezt az emberiség nagy része, mert annyira, hát hogy mondjam, érzékeny arra, hogy bizony az emberiség nagy része már merániasodott. Nem tudom, érthető-e. És éppen azok, akik színpadra állítanak, vagy akik engedélyezik a színpadra állítást, gyakorlatilag ma már kizárólag merániak. És akkor én most nagyon finoman fogalmaztam. Ráadásul a bérlet tulajdonosak nagy része is már meráni, és nem szereti azt látni, nem szereti azt hallani a színpadról, hogy a meráni az milyen mocskos. Mert esetleg még magára is ismer benne. Tehát itt vannak az igazi gondok, és nem ott, hogy itt a magyarkodásról volna szó. Tehát tulajdonképpen az, hogy rendszeresen, de a legutóbbi időkig ezeket kifejezetten történeti jelmezben, tehát ez azt jelenti, hogy sújtásos ruhában, és ennek megfelelő dikcióval, tehát ahogyan elképzelik azt a magyar urat, tehát magyarul bunkó módon adják elő, ez, ennek semmi köze nincs a katonaféle megfogalmazása, de hangsúlyozom, semmi köze nincs. Tehát akkor most érdemes megnézni, hogy valójában mihez van köze. Tehát a bánki magatartás nagyon-nagyon rövidre lehet fogni, annyira nincs így konkretizálható cselekménye, hogy például a magyar történetből sem csak ezt a történetet lehetett volna kiemelni, hiszen nem egyedi az eset. Adva van egy idegenből jött, általában nő. Ez megint nagyon lényeges dolog, mert abban a pillanatban látszik, hogy itt nem arról van szó, hogy meráni, hanem arról van szó, hogy ez a szűz tulajdonságnak a megnyilatkozása. Most a szűz tulajdonságnak a megnyilatkozása a magyarságra nézve derékszög kapcsolatot jelent. Ez azt jelenti, hogy egy teljesen más irányultság, ami derékszögben van a miénkre, miénk ugyanis a nyilasikrek tengelyben mutatkozik meg, ha a maga törvényei szerint tud működni. Na most ezt vajon miért nővel szokták játszani? Azért, mert a szűz tulajdonságokat szerencsésebben, fölismerhetőbben képviseli a nő, mint a férfi. Egyáltalán nem szükségszerű. Majd látni fogjuk, például a darabban a szűz tulajdonságot nem is nő képviseli. Nem nő képviseli. Tehát nehogy már azt higgyük, hogy ez most akkor egy ilyen nőellenes darab, semmi ilyenről nincs szó. De egy biztos, hogy egy tendencia, amelyet végül is Gertrudis képvisel a leg, hogy mondjam, csak pregnánsabb módon, átütőbb módon, az hát mégiscsak ez a szűz halaktengely. Tehát már is be lehet rajzolni, adva van a mi erkölcsi, most csak az indítást vesszük pontszerűen minden egyes jegynél, nem a teljes érvénytartamot, mert különben zavarossá válik az ábra. Tehát a mi működési tengelyünk szellemisége nyilas jellegű, megnyilatkozása ikrek jellegű. A rá merőleges tengely pedig a halakszűz tengely. Na most nekünk az az óriási szerencsétlenségünk ebben a korszakban, hogy jelenleg mi éppen a halak világhónapjában vagyunk, tehát mindaz, ami a magyarságban igazán gyümölcsöző tulajdonság, amivel tudna segíteni az emberiségen, le van folytva, nem keresztbe van verve, nem tud igazán működni.
Tehát erre mondja az ember, hogy ezt az időszakot át kell vészelnünk, nincs mese. Tehát ez a próbatételek időszaka. Tehát ennek a képviselője viszont mindig idegen. Miért idegen? Azért, mert ránk nézve a legellentétesebb. Tehát olyan, ami a legnagyobb mértékben kizökkent, ha hagyjuk magunkat. Tehát pontosan ez az, aminek ellent kell tudni állni, hogy ez a bizonyos felzárkóztató őrület, hogy most akkor én is legyek olyan, mint ő. Miért legyek olyan? Én olyan szeretnék lenni, amilyen én vagyok. Te nyugodtan legyél olyan, amilyen te vagy, én nem akarlak téged megváltoztatni. De próbálna megállni, hogy te se akarjál engem. De nem tudja megállni. Nem tudja, mert neki van egyetlen mintázata, és azt akarja mindenkire általánosítani. Tehát erre mondjuk ez a porosz minta. Végy egy porosz, szorozd meg 60 millióval, és megkapod Németországot. Tehát egyszerűen nem tud másképp gondolkodni. Ez a soros sokszorozás. Na ennyit erről, tehát ez az alapképlet. Nyilvánvaló, hogy ez egy rendkívül feszített ellentétet fog, tipikus drámai helyzet. Tehát azt jelenti, hogy Jézus születésével a magyarság tipikus drámai helyzetbe került. És ez éleződik ki 1440 után, mert onnantól kezdve már a halak világhónapjának a halak dekanátusában is vagyunk. Tehát semmi nem mérsékli ezt a rendkívüli erejű, kizökkentő jellegű hatást. Na most már látni fogjuk, hogy a darabban még nem ebben a világhónapban, vagyis nem ebben a dekanátusban vagyunk, hanem 720 és 1440 között. Tehát azt jelenti, hogy valami még működni fog, ez a halak világhónapjának a középső, tehát a halak innen idáig tart. Itt megyünk bele, tehát innen jövünk, mert a precesszióban megyünk bele, tehát a faránál minden ilyen világhónapban, és mindegyik három dekanátusra oszlik. Az első, a kicsi év szerinti, az az önmaga tulajdonságait tisztán keveretlenül tartalmazza. A rákövetkező az a vele elemileg azonos, tehát vízelemű, következő hát, évköri egységnek a ráknak a tulajdonságaival színezi át az alapvető halak tulajdonságot. És végül a harmadik, az a harmadik vízes egységnek, az pedig a skorpió. Ennek a tulajdonságaival színezi át az alapvető halak tulajdonságot. Tehát ez mit jelent? Megszületik Jézus, valaki beérkezik ebbe a világhónapba, ez egyébként csillagászati tény, ennek semmi köze nincs közvetlen az asztrológiához. Tehát ez tényleges, ezt már azt hiszem itt egy párszor megbeszéltük. Tehát a precesszió az nem asztrológiai tény, hanem asztronómiai. Tehát bármikor ellenőrizhető, ez egy csillagászati alapkérdés, és a föld tengely billegésével függ össze. Tehát azzal, hogy forgás közben nem mozdulatlan a tengelyünk, hanem van egy kis billegés, és ebből adódik ez a hátráló jellegű, nagyon lassú mozgás a csillagos égháttérhez képest. Ez az, ami 26 ezer év kereken a teljes kör, amíg körbe mozog ez a napfelkelte hely. Tehát azt jelenti, hogy bejövök, és én nem rögtön a halak tulajdonságot kapom, hanem skorpió tulajdonsággal átszínezve kapom. Azt jelenti, hogy tele van a világ harccal. 720 évig egyfolytában más se kapok, csak harcot. Utána következik az a korszak, amiről a Bánkbán is beszél, és majd látni fogjuk, ennek döntően fontos szerepe van. Ugyanis a halak önmagában egy nagyon feszített ellentétet tartalmaz. A halakban eleve már kettősség mutatkozik meg. Tehát egy önmagán belüli feszített helyzet. Na most, ha azon belül a rák tendenciák tudnak érvényesülni, azt jelenti, hogy az utolsó szót mindig az ingyenkegyelem mondja ki. Miért? Mert a ráknak a kellős közepén Jupiter van erőben. Tehát azt jelenti, hogy a teremtő minőség itt át tud hatni a halaknak egyébként nagyon energiaszegény időszakán, és mégiscsak érvényesíteni tudja az ingyen kegyelmet. Majd látni fogja, hogy ez az, amit nem értenek meg a Bánkbán értelmezői, és ezért rendre értelmetlennek, előkészítetlennek tekintik az ötödik felvonást, és vannak olyan rendezők, akik egyszerűen el is hagyják. Sőt, én magam is olvastam olyan elemzést a Bánkbánról, lehet, hogy a nevét is fogom majd mondani az illetőnek, csak azért exponált a név, mert lehet, hogy sokan ismerik, és azt is tudják, hogy például a Szabad Kőművességnek ő volt az egyik nagyatya mestere, tehát ez már egy elég veszélyes megnevezés lenne. Tehát lényeg az, hogy bizony leírta, hogy
a bánkbánban fölösleges az ötödik fölvonás. Tehát elhagyható. Most ez ebből fakad, hogy semmit nem értett meg a bánkbánból, nyugodtan ki lehet mondani. Ugyanakkor ő volt az, aki szerint a bánkbánnak a főhőse nem bánkbán, hanem Gertrudis. Na most, ha valaki ezt lemeri írni, és hogy Gertrudis ártatlan volt. Tehát, hogy az egész kérdés tulajdonképpen azon bukik ő szerinte, hogy nem a bikfa fejű magyarok nem akarják elismerni, hogy Gertrudisnak volt igaza, és tulajdonképpen ő a főhőse a bánkbánnak. Na most, ha valaki ilyet megmeri írni, és lemeri írni, azt jelenti, hogy nyerekben érzi magát. Úgy hazudhat nekünk, ahogy nem röstel. Ugyanis a bánkbán történetében egyértelműen kiderül, hogy bizony Gertrudis nagyon is bűnös volt. Tehát teljesen megérdemelte a halált, nem is erről van szó, hogy megérdemelte vagy nem, hanem egy ilyen esetben mit csinál a király, amikor hazaérkezik. Erről van szó ebben a darabban. Tehát nem, hogy nem hagyható el az ötödik felvonás az igazán lényeges az egész darabban. Minden ehhez képest készít elő, ehhez vezet föl, tehát mint előzmény szerepel. Na most ismerünk-e olyan történetet, amelyben mindent az utolsó mozzanat indokol, illetve hát azzal tudunk magyarázni. Tudjuk, hogy kétféle dramaturgia van. Vagy az előzmények, tehát az okoknak a dramaturgiája, vagy pedig a célokságnak a dramaturgiája. Tehát vagy a végkifejletből magyarázok és vezetek le minden előzményt, vagy az előzményekből vezetek le mindent a végkifejletig. Most ismerünk legalább egyet mindannyian, amikor nem tudok előzményekből levezetni végeredményt, viszont a végeredményből mindent tudok magyarázni az előzményekből. Melyik az? Hát most nem konkrét drámára gondolok, hanem olyan drámára, amit többféle módon lehet földolgozni, filmben föl lehet dolgozni, drámában, elbeszélő költeményben, prózában, és mindannyian ismerjük. Hát ez a passió. Természetesen. Tehát aki a passiót megállítja nagypénteken, az semmit nem ért meg. Aki az előzményekből akarja magyarázni, mindent félreért. Ha nem a feltámadásból magyarázok, teljesen félreértjük. Hát ezt annak idején azt hiszem kezdtük már beszélgetni, amikor a Passió című filmről pár mondatot mondtam. Pontosan az volt az egyetlen igazán nagy baj, de ez nagyon nagy baj volt a filmmel, hogy csak az okokból tudott kiindulni, és nem tudta az egészet a feltámadásból magyarázni. Feltámadásot elsikadt, sőt, hát ez tulajdonképpen egy ilyen fodrász reklám volt. De teljesen méltatlan a filmhez. Tehát ha én nem a feltámadásból magyarázom, semmit nem értek meg az egész szenvedés történetből. Na most ez jellemző a bánkbánra is. Tehát a bánkbánnak a dramaturgiája a passiónak a dramaturgiája. És ezért van az, hogy a végjátékban ugyanúgy záporoznak a vádak bánkbánra, ahogy záporoznak a gúnyok és a vádak méltatlanul Jézus Krisztusra a passióban. És ő is ott áll, és nem tud védekezni, hiszen mindenki tudja, hát ott vagyunk, mi mindannyian a nézőtér, hát láttuk, hogy mi történt. Láttuk és hallottuk, hogy tényleg bűnös a királynő. És mégis végig kell hallgatni, és nem tud mit csinálni, mert nincs tanúja rá. Holott mindannyian tanúi vagyunk. Na most ez a tipikusan a passiónak az utolsó előtti fázisa. Tehát mielőtt még keresztre feszítik. Na most itt jön a nagyon fontos tanulság a drámának, hogy az még itt játszódik. Tehát itt még az ingyen kegyelemnek van tere. És ezt nem értik meg a dramaturgiait, illetve azok, akik írnak róla. Tehát egész egyszerűen az ingyen kegyelemmel nem tudnak mit csinálni. Most ezek után nagyon-nagyon hát kinagyoltan próbáltam jelezni, hogy jelenleg történeti szempontból itt tartunk. Na most 1440-től mindegy, hogy számoljuk, most 300 évet kivonunk vagy nem vonunk ki, mindenképpen túl vagyunk már 1440-en. Ez azt jelenti, hogy megszűnt ez a fajta ingyen kegyelem. Nem tud közvetlenül működni. A halaknak az alaptendenciája pedig a következő. Nagyon kevés az energia, hiszen az évkörben energiát használunk el, és ez az utolsó téli hónap. Ketten vannak, de az energia csak egynek elég.
Tehát ilyenkor egyetlen parancs működik, hogy próbáld ezt az energiát minden áron megszerezni. Akkor is, hogyha a nagyobb rész a másiknál van. Ha másképp nem megy, akkor írsd ki a másikat. Most ismerünk egy ilyen viselkedési parancsot? Ez a Káini modell. Tehát jelenleg a világban legalább, hát 1440 óta a Káini modell működik. Na most, ha ezt tudja az ember, akkor nem csodálkozik napról napra, hogy ez már megint ez a mohó csótány, itt kieszi a tányéromból azt a kevés maradékot, és ott neki tele van a tányérja. Ilyen. Tehát most ilyen korban élünk. És nyilvánvalóan az enyémből fogja kienni, mert nekem van a tányéromban. Hát itt most műveltségre gondolok elsősorban, de nyugodtan lehet akár ehető ételre is gondolni. A csótány ilyen, én meg ilyen vagyok. Tehát a kettőt nem lehet egy lapon emlegetni. Ez két különböző erkölcsi tendencia. Tehát nagyon fontos tudni ezt, lehet, hogy már említettem ezt a példát, nagyon idevág, és ezt tényleg az elején kell tisztázni. Mi ennek a világhónapnak az utolsó, vagyis ha kicsi évben gondolkodunk, az első dekanátusában vagyunk. A tiszta halak tulajdonság. Tehát itt semmi nem mérsékli a Káin tendenciát. Most annak idején egy filmnek a szakértője voltam. Ennek a filmnek már címére nem emlékszem, csak arra emlékszem, hogy ebben, ja, tudom, Sivatagi nemzedék, nem tudom, látta-e valaki ezt a filmet, nem nagyon mutogatták ezt a filmet, fesztiválra nevezték, de nem nagyon mutogatták. Ennek a lényege az, hogy egy pesti zsidó fiatalember keresi a helyét a világban, ide megy, oda megy, ezt keres, azt keres, végülis nem nagyon találja meg, de rengeteg mindent próbál. Na most nehogyan csúnyán nézzenek rám, én sivatag szakértő voltam benne. Tehát mint ilyen kerültem be a filmbe, meg korábban már voltam a Szaharában. Na most a lényeg az, hogy ebben a fiatal ember egyszer elmegy a rabbihoz. És egy konkrét élethelyzet kapcsán, és akkor ő mondja el neki, egyenesen idézve a Talmudból. Tehát egyfajta konkrét élethelyzetben példát mutat. Azt mondja, hogy adva van két barát, a sivatagban mennek, és egyikőjüknek van csak elegendő vize a következő oázisig. Mi a teendőd? Így kérdezi a fiatalembertől. És a fiatal ember pedig azt mondja, hát ne felejtsük, hogy Pesten ő, tehát magyar emberek környezetében őt. És azt mondja, hogy mi a teendőm? Hát megosztjuk. Erre azt mondja neki a rabbi, akkor mind a ketten meghaltok. Nem ezt kell tenned, hanem minden áron elvenni a teljes vízadagot, sorsára hagyni a másikat, így legalább te megmenekülhetsz. Na most ezt ő így olvassa föl a Talmudba, hogy félreértés ne essék. Most azt gondolom, tudjuk, a Talmud az egy használati utasítás. Tehát nem az alapmű az a Tóra. Tehát a törvény, mint olyan, annak a használati utasítása. Na most, ha ez egy magyar mesehős lenne, te ha lett volna mondjuk a filmben egy olyan valaki, aki ismeri a magyar népmesének az erkölcs tanát, mit mondott volna? Mit kell tenned? Nem megosztani, az egészet odaadni, feltétel nélkül. Mert egy magyar ember így cselekszik. Tehát ezt a kétféle erkölcsöt nem lehet egyeztetni. Ezt nem lehet kerekasztalnál megtárgyalni. Mi így viselkedünk, ők meg úgy viselkednek. Tehát az egyik a káini erkölcs, a másik pedig a hunor magyar féle erkölcs. És ennek teljesen tiszta megvalósulásait kapjuk a népmesékben, egyáltalán nincs is más hős magatartás nálunk. Tehát rögtön azzal kezdik, jön egy kicsi egér, és éhes. Nekem van egy utolsó falatom, ugye, a hamuba sült pogácsa, és mit csinálok? Odaadom az egérkének. Tehát ezek annyira magától értetődő dolgok a magyar népmesében, ez egy ilyen erkölcs. Most azt meg lehet kérdezni, hogy mondjuk egy krisztusi erkölcs melyikhez áll közelebb. De ez már nem a mi mai témánk. De egy kétségtelen, hogy ez két összebékíthetetlenül különböző erkölcs. Isten őriz, hogy elkezdjük őket, mondjuk,
turmixgépbe tenni és összeturmixolni, vagy megtárgyalni, és akkor konszenzus. Itt nincs konszenzus. Vagy így, vagy úgy. Tehát minden esetre ez a halakra jellemző magatartásforma. És ennek a képviselői a merániak. Tehát ők teljesen logikusan képviselik a saját erkölcsiségüket. Mi meg a sajátunkat. Csak egy gond van, hogy nem egyeztethető. No, akkor ennyit a bevezetésnél, és mi viszont azt tudni kell, hogy mi ebben a korban élünk. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy nekik nincs helyük a világban, de hogy sajnos éppen nekik van most helyük a világban. Tehát az a nagy kérdés, hogy mi ezzel a mi erkölcsünkkel egyáltalán túl tudjuk élni. Na most megnyugvású, hadd mondjam, mert nagyon is túl tudjuk élni, mert hiszen erre nem nekünk van szükségünk, hanem a világnak. Őket lesz nagyon nehéz túlélni. Nem nekünk, hanem az egész világnak. Tehát minden esetre ez az alaphelyzet, és ennek a darabnak már nem a rák tulajdonsággal átitatott korszakban kell a maga mondani valóját elmondani, hanem abban a korszakban, ahol már semmilyen reménységünk nincs, tehát az ingyen kegyelem nem tud közvetlenül működni. Tehát már arra is külön kell figyelmeztetni az embereket, hogy egyáltalán létezik ingyen kegyelem. És ennek a megnyilatkozása, az utolsó felvonás döbbenetes erővel. Hát ha úgy játsszák. Na, minden esetre akkor most nézzük a szerepeket. Ki lehet ebben az időszakban a nagy úr az évköri rendben? Ha egyáltalán emberséget és magyarságot képvisel, hatalmas erővel képviseli, az egész darabnak, hogy mondjam, ő adja meg a karakterét, akkor ez egy állatövi rendszerben, most tételezzük fel, hogy ebben alakulnak ki a szerepek, mert hiszen túl sokan vannak ahhoz, hogy bolygórendszerben tudjuk őket értelmezni. Kinek felelhet? Melyik tulajdonságnak felelhet meg? Ne felejtsük el, hogy kétféle alapvető királyi, tehát uralkodói magatartás van. Az egyik az a szakrális uralkodó, másik a világi uralkodó. Na most melyiknek felel meg Bánkbán, és melyiknek második Endre? Hát teljesen magától értetődő. Hát melyik a kettő közül, aki ingyen kegyelmi gesztus gyakorol? Hát ez csak második Endre. Tehát ő melyiknek felel meg az évköri egységek közül? Hát csak is a nyilasnak. Hát ne felejtsük el, magyarok királya. Hát a magyar már eleve a nyilas szellemiség képviselője. Na most ezt hogy fogja megérteni mondjuk egy szabadkőműves nagymester? Most ebből kitalálták, hogy kiről beszélnek. Tehát a még viszonylag szabadon engedélyezett szabadkőműségnek ki volt az utolsó nagymestere? Hát ezt illik tudni. Benedek Marcell. És ez azért nagyon fontos kérdés, mert itt van Benedek Elekhez jutunk vissza. Tehát erre mondja az ember, hogy azért hát gyümölcséről ismerni meg a fát, de mi van akkor, hogyha már rohadt a gyümölcs? Akkor abból már nem lehet a fára visszakövetkezni. A fa még nem volt rohadt. Csak hát valahol az kereszteződött. Tehát minden esetre egy nagyon fontos tételről van szó. Egész egyszerűen zsigerileg ellenkeznek az ingyen kegyelemmel szemben, de valami hihetetlen makacsággal. És nem tűri el, hogy mi ezzel az ötödik felvonással együtt, vagyis teljes súlyával együtt tudjuk a Bánkbánt értéken, mert az egy olyan biztatást ad a magyarságnak, amit nem nagyon szeretnek, hogy mi adjunk neki. Még visszamenőleg sem. Tehát még egy Katona József esetében sem. Tehát minden esetre a kétféle uralkodói helyzet az a nyilas és az oroszlán. Nem kétséges, hogy melyik második Endréjé és melyik Bánkbáné. Na most a nagy úr kifejezést azt Katona József egy méltóságnév helyett használja. Melyik ez a méltóságnév? A nádor. Tehát Katona József korában még magától értetődő volt, hogy bizonyos szavak, amiket mi csak torzított alakban ismerünk, azoknak van jelentésük. Tehát, hogy a nádor kifejezés, amelyik a legmagasabb világi méltóság volt a Magyar Királyságban. Világi méltóság, hangsúlyozom. És melyik volt a legmagasabb egyházi? Az esztergomi érsek volt. De a magyar király mind a kettő fölött volt.
Tehát ne felejtsük el, a magyar királyság apostoli királyság volt. Tehát azt jelenti, szent koronával koronázva vált királyát, tehát azt jelenti, ez most már megint azt jelenti, hogy tehát szakrális uralom volt. És nincs több szent korona, és nincs több apostoli királyság. Tehát mióta egyáltalán keresztény királyság létezik a világon, egyetlen egy keresztény királyság uralkodója sem kapta meg az apostoli címet. És egyetlennek a koronája sem kapta meg a szent jelzőt. Tehát ezeket azért kell tudni, mert ezt tulajdonképp óvodáskortól minden magyar gyereknek kéne tudni. Most helyette tudja a Pokémont. Tehát itt lehet látni, hogy iszonyú aránytalanságok vannak a műveltségünkben. Ami a legfontosabb lenne, azt nem tanítják, aminek semmi jelentősége nincs, azzal meg mint kakaóval tele a fülünket. Szemünket, fülünket. Tehát minden esetre ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Tehát második Endre a darab 5 felvonása közül 4-ben nincs jelen. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy viselkedik egy királyság, ha a szakrális fejedelem nincs jelen. Tehát ha a szakrális fejedelemség átruházódik a világi fejedelemségre, ezt miért kell tudni 1800-as évek közepén? Azért, mert Mátyás halála óta már ez a helyzet Magyarországon. Nincs szakrális királyunk. De nagyon fontos tudni, hogy ebben a helyzetben most ő a király képében uralkodik, de hát ő egy világi típusú uralkodó. Tehát tele van kísérthetőséggel. Mert egy szakralitás azt jelenti, hogy föl van vértezve bizonyos kísértés típusokkal szemben. És amikor visszaérkezik a király, a valódi, a szakrális, akkor derül ki, hogy nem olyan egyszerű dolog ám szakrális uralkodónak lenni. Amikor a legnagyobb veszteség éri, akkor vizsgázik, hogy most ő valóban hétköznapi emberi módra fog-e viselkedni, vagy pedig föléje tud emelkedni. Na most mindenki, aki egyáltalán kísérteni tud, mindenki fölvonul a darabban, az utolsó felvonásban, hogy megkísértse. És az utolsó pillanatig mindig kizökken egy kicsit, és utána megint helyre jön. Tehát a szakrális fejedelemségnek a, hogy mondjam, a király tükre tulajdonképp az 5. felvonás. Ha valaki azt akarja, hogy mi ne ismerjük meg, hogy viselkedik egy szakrális uralkodó, kihagyja az 5. felvonást. Tehát hihetetlen, és ráadásul a végszó is, Bánkbánról van szó, ugye? Tehát ő a főszereplő, a névadó, a címszereplő. Azt hinnék, hogy ő fejezi be a darabot, de nem ő fejezi be. Egyáltalán már nem is játszik szerepet az utolsó menetben. Tehát ő az, aki mint az Isten báránya egész egyszerűen elszenvedi azt, amit egyáltalán rá lehet hát kenni jogtalanul és hát tulajdonképpen büntetlenül, vagy büntelenül a környezetétől. Na most mi az utolsó elhangzó mondat? Érdemes. Először is kimondja. Endre, természetesen szakrális uralkodó. Igen, 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 de az már korábban van, vigyázat, az nem az utolsó. Tehát az még a párbajnál hangzik el, a párbaj lehetőségénél. Hanem tessék figyelni, mert ez most tényleg nagyon fontos kérdés. Tehát azt mondja, hogy pillanat, utolsó. Azért, ha valaki el tudja mondani, az kap egy medvecukrot. Azt mondja, hogy Bánknak az volt az utolsó mondata, engedd meg illendően eltemettetnem. Tehát Melinda természetesen a meggyilkolt feleségét. Hát majd mindjárt részletezzük, hogy ki gyilkolta meg. Tehát lényeg az, hogy kész. Ezek után az, aki a legharciasabban Bánk ellenes volt az utolsó felvonásban, ez a Solom mester, majd ővele is foglalkozunk mindjárt, mély tisztelettel hajtja meg magát, mindenik azt követi, tehát ő a legharciasabb. Ő kezdi a mély meghajlást, mindenik azt követi, és karjaikat a király előtt lerakják, nyilván kardjaikat, csak sajtóhiba, kardjaikat a király előtt lerakják. És erre jön a király végszava. És az hogy szól? Magyarok, igen jól esmérem, szeretnek, ennyi meg, hogy így nemes szívekkel egybeférkezni nem tudtál, Gertrudiszom. Ez a végszó. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy miről van szó. Itt a nép, tehát a magyarság és a király egy.
és az, aki nem tud vele egybeférkezni, az pedig Gertrudis. És Pereputja, hát ezt már nyilvánvalóan hozzá kell érte. Tehát a végszó teljesen egyértelművé teszi, hogy itt nem pusztán magának a királynak, mint szakrális fejedelemnek az ügyéről van szó, hanem a magyarság és a szakralitás az egy és ugyanaz. Ha az egyiket sérelem éri, a másikat is. A másiknak is fáj. Ha a másikat éri a sérelem, az egyiknek fáj. Tehát nem lehet a kettőt elválasztani. Ez a létformája a magyarságnak. Na a lényeg az tehát, hogy megvan legalább most már két szereplőnk, és ezeket nagyon nehéz lenne máshová tenni. Ezt gondolom beláthatjuk. Most érdemes megnézni, hogyha itt van Bánkbán, mint az oroszlánban otthon lévő napnak a képviselő. Tehát rögtön látjuk, hogy bizony itt a bolygó tulajdonságok is érvényesülni fognak, de már csak magyarázó, kifejtő szerepkörben. Tehát a benne otthon lévő nap az meghatározza, hogy igenis grandiózus lesz. Tehát van olyan jelenet, ahol ennek nagyszerűen megmutatkozik a külsősége is megmutatkoznak. Ez az, amikor Petur Bánt és a békétleneket leszereli. Szabályszerűen ezzel a méltóságával, és ahol még ezek sem, tehát a rábeszélés, a meggyőzés első rohama nem segít, ott ő a királyra, tehát a szakrális uralkodóra hivatkozik, hiszen ő annak a személyét képviseli ebben a ott éppen kiélesedő vitában. Tehát mindenképpen az oroszlánban otthon lévő napnak a képviselője. Akkor ki lehet az ő kiegészítője. Tehát aki a nap tulajdonsághoz képest annak a tükörképét, a holdat képviseli. Hát megint nem lehet kérdés. Ki lehet? Ez egy nagyon halvány személyiség, nagyon visszafogott, és közvetlenül kapcsolódik Bánkbánhoz. Hát ilyen nincs több az egész Bánkbándra, hát ez csak Melinda lehet, természetesen. Na most a Melindának emlékezzünk vissza, tudjuk, hogy a darabnak a második felére ő szabályszerűen megőrül, tehát megzavarodik, inkább így mondom, mert nem az őrület kifejezés, hanem megzavarodik. Nem tudom, emlékszünk-e, hogy mitől zavarodik meg? Hát erre szokták mondani, és általában a dramaturgia ezt hangsúlyozza, hogy attól, mert a királyné öccse, Ottó, egy szernek a segítségével egy öntudatlanná, illetve ajzottá teszi, miközben elaltatja a királynét, és megerőszakolja. És ettől őrül. Nem így van. Először is. Semmilyen bizonyítékunk nincs arra, hogy Ottó magáévá tette volna Melindát. Bármilyen furcsa hangzik, ezt egyáltalán rögtön, mint tényt, mindenki ebből indul ki. Semmiféle konkrét bizonyítéka nincs. Egyetlen egyszer kérdez rá Biberach, és nem kap választ. Nem kap választ. Tehát legalább két esélyes a dolog, egyáltalán nem biztos, hogy tényleg megtörtént az eset. A kísérlet kétségtelenül megtörtént, és majd látni fogjuk, hogy a kísérlet maga, hogy tudni kettesben maradt Melinda Ottóval, ez maga elég ahhoz, hogy egy nőt kompromittáljon. Honnan tudjuk? Magából a darabból. Bendelejben Izidóra esetéből. Tehát Bendelejben Izidórát egy felindulásával, ő volt az a türingiai leány, a királynőnek az egyik udvarhölgye. Ő volt az, akit felindulásában Bánkbán bevágott egy mellékterem, vagy mellékszobába, és rázárta az ajtót. Még be se ment hozzá, de mert bezárta, és ezáltal ellenőrizhetetlenné vált a kettő kapcsolata, innentől kezdve már kompromittálva érezte magát Bendelejben Izidóra, így is ment a királynéhöz, és kérte hazabocsáttatását. Tehát elég annyi, hogy ellenőrizhetetlen körülmények között együtt marad egy férfi, mert egy lakásban maradtak Bánk, bár bezárta az ajtót, de ezt csak mi tudjuk, a világ nem tudta. A világ csak annyit tudott, hogy együtt voltak ellenőrizetlen körülmények között. Már elég az, hogy valakinek a jó híre elveszen. Melinda és Ottó kapcsolatáról ennél nem tudunk többet. És ez nagyon fontos kérdés, mert végül is, ha Gertrudis
ártatlannak mondta magát, ezt egyáltalán elhihetjük. Ne felejtsük, ezt mi csak egy híradásból tudjuk, nem a szájából halljuk. Tehát az, akkor ő csak emiatt érezhette magát ártatlannak, hogy végülis nem jött össze a dolog. Nem tudom, érthető-e. Tehát teljesen rossz a ráindulásunk a dalabra. Eleve abból indulunk ki, hogy itt egy megejtett nőről van szó, és hát ennek az elviselhetetlensége, ennek a ténynek okozza azt, hogy ő már a következő felvonás elején rögtön sír, és úgy kéri a bocsánatát, térden állva, ugye a bankban, ugyanígy kérné, ha semmi nem esett volna meg köztük, csak a kompromittálódás ténye történt volna meg. Tehát az, hogy egy szobában van, mondom, ellenőrizetlen körülmények között Ottóval. Pontosan ugyanúgy viselkedett. Én végigpróbáltam a darabot, mi változna, ha tényként fogadnám el, hogy semmi nem történt köztük. Ugyanezt csinálná. Tehát nem ettől őrül meg, szó sincs az elején megőrülésre. Mitől őrül meg? Most aki ezt megmondja, az nyugodtan hazamehet, utána megkapta a jelest. Tudjuk, itt döntő kérdésekről van szó, egyszerűen nem jól ítéljük meg a darabot. Közhelyekből indulunk ki, és kliséket alkalmazunk, ahelyett, hogy magából a darabból indulnánk ki. Most ennek az egyik oka persze az, hogy állandóan kihúzzák a darab felét. És egyszerűen nem a darabot látjuk. Most meg kell mondjam, aki Katona Józsefből egy sor kihúz, én akkorát vernék a kezére, hogy örök életére béna maradna. Akkor az ő kezére is. Itt azért ne felejtsük el, ilyen nincsen, hogy én most okosabb vagyok nála, tessék a klasszikusokat eredetiben játszani. Más kérdés, hogy utána én átdolgozom saját nevem alatt, Vidnyánszky Attila, mit tudom én, Katona József szövegeivel saját bánkbányát előadja. Ennek semmi köze nincs már Katona József bánkbányához. És azt mondja, ezt nem érti a közönség. Miért nem érti? Mert hülyének nézed, azért nem érti, dehogy nem érti. Itt arról van szó, hogy a színészek elfelejtettek játszani, a rendezők elfelejtettek rendezni. Dramaturg már nem is beszélek, mert dramaturg gyakorlatilag nincs itthon. Most egy van itt kivételből, de hát ez jelenlévők mindig kivételek. Tehát egyszerűen hihetetlen, hogy nem tanítja, most tessék a végig gondolni, Melindát van Magyarországon ma olyan színésznő, aki el tudná játszani. Nem mutatós a szerep, ez a Holdnak a szerepe, a saját otthonában, a Rákban. Egyszerűen ilyenre nincs fölkészítve az a színész nemzedék, amelyik csak hisztérikus lipótvárosi nőknek az eljátszását tudja vállalni. Semmi másra nincs fölkészítve. Tehát hihetetlen, hogy mennyire nem tudnak csendesen, finoman játszani. Na most aztán a rendezőkről nem is beszélek. Tehát a számára blikfang az egyetlen. Tehát ha nincs valami, nem robban egy petárda 5 percenként, akkor számára már nem darab. Tehát az, hogy itt elmélyíteni lehet dolgokat, hogy lehet megállni egy pillanatra, monológként elmondani dolgokat, utána megint meg, nem, neki állandó mozgás, itt történjen valami, itt megint történjen valami, megőrül, hogyha ez nincsen. Tehát egyszerűen már régen nem azt játsszák, amit megírtak a klasszikusaink, magyarán szólva nem tudnak megszólalni a klasszikusaink. És itt nagyon-nagyon lényeges kérdésről van szó. Ugyanez vonatkozik az ember tragédiára, ugyanaz vonatkozik a... hirtelen melyiket mondja, Vörös Marti, Csongor és Tündére, és nincs fölösleges sor. Rossz értelmezés, az van. Na, akkor ezek szerint nincs jelentkező? Kár, mert tényleg hoztam egy medvecukrot. Ez tűnik tényleg nagyon fontos. Ne felejtsük el a Rákban, vagy a Ráknak melyik tulajdonsága az, ami a legjellegzetesebb. Fényben itt vagyunk a leggazdagabb. Melyik? Anyaság. Amikor a gyermeket megátkozza, amikor megátkozza. Jó, a medvecukor megy. Tehát már most odaadtad. Tényleg, mert azt hiszik, hogy most csak játszom. Én készültem, tényleg. Ez alapkérdés. Ez nem. Tehát ez itt lesz, jó? Tehát azért nagyon fontos kérdés, mert abban a pillanatban, ahogy a gyermeket átkozza meg, akkor billen ki. Ugyanis ő lehet ártatlan, lehet nem ártatlan, de a gyermekhez való viszonya ezáltal nem változik. És őt a gyermekben lehet egyedül úgy megsérteni, hogy tényleg kizökken.
és innentől kezdve nem tud magára találni. Tehát itt van a nagyon fontos kérdés, teljesen értelemszerűen, itt van a legtöbb a fényből, ha a legtöbb van a fényből és az anyaság a kerete a viselkedésének, akkor ebben lehet megsérteni. Na most, ha én a halakszűz tengelyt nézem, akkor melyik a legsérülékenyebb tulajdonság ebben a halakszűz tengelyben? Hát az anyaság, nem vesszük észre. Hát ennél kevesebb gyerek még nem született, mint a tavaly évben. Hát egész egyszerűen az anyasság van, hogy mondjam, lényegi, tehát vérig sértve, hogy úgy mondjam. És hát természetesen vele együtt a család, mert az anyasság csak család keretben tud kibontakozni. Tehát az azt jelenti, hogy ha ez a tenge hangsúlyos, ebben mindig ő az igazán erős. Tehát ezt azért tudni kell, ő a kezdeményezés, tehát a szűz tulajdonság. Visszaszüzesíti a nőt. Tehát ha már elindul a gyerek, akkor méhen belül visszaszüzesít. Ha már megszületett, akkor tudós anyát csinál, aki elhanyagolja a gyereket, tévé elé vágja a gyereket, és tehát egyszerűen nem törődik vele. Miután a nagyszülőket már régen öregek otthonába vágták, tehát ő se tud törődni vele. Tehát ez az a szüzesítésnek a legrosszabb fokozata. Ez az, ami jelenleg a családot visszafogja, illetve a gyermek egész egyszerűen nem tud benne magára találni. Na tehát itt vagyunk Melindánál. És nem tudom, írjam-e mellé, tehát itt vagyunk Banknál, itt vagyunk második Endrénél. Na most nem tudom, hogy észrevettük-e, hogy a történelem kezére játszik Katona Józsefnek. Erre mondjuk, hogy jó kapusnak szerencséje is kell legyen. Tehát mi a szerencséje itt? Ezzel a hős választással Katona Józsefnek. Hát András napja mikor van? Hát a nyilas havában. Szent András hava a nyilas hava. Tehát ez azt jelenti, hogy november 30-a. Tehát ez a nyilas havának a jellegadó szentje. De annyira nyilvánvaló, csak hogy nehogy elfelejtsen, hogy a Mátyásnál a múltkor már nem került sor. Tehát annyira tökéletesen. De ha nem ő lett volna, akkor is a dramaturgiájából a darabnak kiderülne, hogy a király a nyilas tulajdonság képviselő, de ráadásul itt még a történelem alá is játszott Katona Józsefnek. Na, akkor menjünk tovább. Ki lehet Bánkbánnak az igazi ellenfele a drámában? Most erre már nincs medvecukor, mert ez az egy van. Egyébként ez volt a döntő kérdés. Tehát én 100 közül 100 rávágja, természetesen Gertrudis. Hát nem. Bármilyen furcsa nem. Ez azt kell megtalálnunk, hogy vele szemben ki van az évkönyv. Tehát ki a vízöntő képviselője. Most a vízöntőnek a keleti állatövben tudjuk, hogy nevezik a képviselőjét. Ő a majom. Mi a jellemző a majomra? Nincs belső vezérlése. Mindig csak külső mintázatot tud követni. Most egyetlen olyan szereplő van, aki állandóan rohangál, hol az egyikhez, hol a másikhoz, hogy adjál tanácsot. Akár cselekedni akar, akár éppen valamit elrontott, és megszabadulni akar a felelősségtől. Ki ez? Egy ilyen van. Otto. Egyfolytában. Elejétől végig. Tehát ki az igazi ellenfele Bánknak? Otto. Otto, nem Gertrudis. És ne felejtsük el, Gertrudis tulajdonképpen Ottót védi akkor is, aki éppen benyit egy pillanatra, amikor ez a bizonyos vészterhes kettősség van a színpadon. Tehát ott van Gertrudis, és ott van Bánkbán, és Bánkbán már földultan megy. Tehát már legalábbis, hát hogy mondjam, képzeletében már a megrontott feleségnek a tehertételével, és az elrontott nemzetnek a tehertételével felelősségre vonni ugye a királynőt, és közben meg a királyné kezdi őt felelősségre vonni. Na most ez egy tipikusan modern jelenség. Ez a legtipikusabb. Szóval amikor az ember így menne be egy politikushoz, az anyád még mindig, hát mennyit akarsz még emelni a benzináron? Akkor ő kérdezi meg, hogy te hogy mertél ide cipőbe bejönni? És akkor az ember már kizökkent, hogy tényleg az anyja mindent, hát cipős, nem is pucoltam reggel.
Tehát annyira tipikus fogások. Tehát igazán nagy művész legalább 5 évszázadra előre lát. De minimálisan. Tehát annyira gyönyörű. Tehát én nekem mindig fölforral érem, amikor ezt olvasom. És ha valaki erre azt mondja, nem, szóval, hogy katonának ki lehet hagyni mondatát, hát nem lehet kihagyni. Mindennek megvan. Vagy előkészítő, vagy levezető, vagy értelmező szerep, és egyetlen mondat se fölösleges. De minden esetre Ottóról van szó, és amikor ő bedugja az orrát, persze meglátja a nagyurat, abban a pillanatban vágódik vissza, és magára zárja az ajtót. És Bánkbán nagyon jól tudja, hogy neki egyedül ő az ellenfele. És rohan az ajtóhoz, de be van zárva, és akkor ugye megdörömböl az ajtót, és megátkozza. De nem csak Ottót, hanem a fajtáját is. Na most ezt ne próbáljuk meg, mert ez már gyűlöletbeszéd. Tehát lényeg az, hogy a merániakat is. És erre ugye egyből már szabad, ő neki szabad nemzeti sérelmeket megtorolni, ő neki szabad, mert ő meráni. És abban a pillanatban, hogy te szittad az én nemzetségem, és egyből elő a tört, és már megy neki Bánkbánnak. Hát az a helyzet, hogy ezt nem ajánlanám. Mert abban a pillanatban kicsavarják a kezébe a tört, és már benne is van. És megszúrdalja. Tehát itt már szemmel látható, itt nem tud, kiváltotta belőle az indulatot. Gertrudis, és itt már nem tud az indulatain uralkodni Bánkbán. Erre mondja a jog, hogy ugye ez az erős felindulásban elkövetett, pedig itt nem is erről van szó, hanem arról van szó, hogy önvédelemből erős felindulásban. Tehát többszörös a mentő körülmény. Tehát minden esetre ez váltja ki, egyértelmű, hogy Ottó az, aki kiváltja ezt a műveltsort, és nem Gertrudiszt átkozza meg, hanem azt a magatartásmódot, amelynek a képviselője Ottó, de az egész familiájára, pontosabban az egész nemzetségére, most nagyon finoman fogalmaztam, jellemző. De majdnem mindegy, hogy melyik Berchtold nemzetségéből, akármelyik jönne ide, nagyon lényeges, hogy Katona József elég későn döntött el, hogy melyik is legyen ennek a nemzetségnek a tagjai közül a negatív főszereplő. Hiszen a történelem nem Ottóban látja, hanem egy püspökben látja, de püspököt megtenni negatív hősnek, ezt viszont már a cenzúra végképp nem engedélyezte. Tehát ezért kellett neki végül is erre a hercegre áttenni, neki mégiscsak világi szereplő volt. Tehát Ottó. Na most akkor viszont Melindának ki az ellentetje? Tehát ki az, aki megfog, visszafog? Ő magáról is folyamatosan így nyilatkozik, amikor Ottóval hát párbeszédbe bonyolódik, hogy te engem lekötözöl, nem engedsz megnyilvánulni. És végig tulajdonképpen ez a megkötő, lefogó szerep az, ami benne működik. Hát ezt nem hiszem, hogy ne lehetne kitalálni, ráadásul közeli rokona Ottónak. Miért? Hát azért, mert ugyanaz uralkodik a vízöntőben, mint a bakban. Tehát ez azt jelenti, hogy aki szembe van Melindával, az a bak tulajdonságok képviselője. Az ugyanaz a Szaturnusz van benne otthon, a megfogó, visszatartó erőknek a képviselője. Ki ez? A maga Gertrudis. És itt lehet azt látni, hogy ezek a tengely kapcsolatok rendkívül fontosak. Tehát minden, ami Gertrudisban túlteng, az hiányzik a szemközt lévőből, Melindából. Tehát pontosan ez a mindenáron való szereplés vágy, ez a megalo, szó szerint megalománia, ezt tudjuk mit jelent, nagyzási hóbort magyarra fordítva. Aki ráadásul nem is nő akar lenni, tehát megtagadja nőiségét, mert ő Szolonnak és Likurgosznak az erényeire vágyik, és azt sajnálja, hogy a nőnek született, és nem férfinek, mert így nem lehet ilyen, hát hogy mondjam, jeles, hát... személyiség, hát ami mégiscsak férfiben könnyebben nyilatkozik meg. Tehát mindaz, ami benne túlteng, az hiányzik belőle, mert ő meg éppen a visszafogottságával tűnik ki. És ahogy ő nem akar nő lenni, nem akar anya se lenni. A gyermekeivel való kapcsolatáról semmit nem tudunk, mert a gyerekek az apával együtt, pontosabban az atyával együtt jelennek meg először. Második Endrével kapcsolatban.
Tehát ők második Endre gyermekei, nem Gertrudisé. Bármilyen furcsa hangzik. Tehát semmi, ami az anyasságra utalna, benne nem jelenik meg. Benne viszont éppen ez válik maximálisan sebezhetővé, tehát a meghatározó jelenlétté. Na most amennyire tolakodó a jelenléte Gertrudisban az uralomvágynak, annyira visszafogott, visszahúzódó Melinda. Most ez miért nem lehet eljátszani tisztességesen? Egyszerűen érthetetlen. Hát olyan gyönyörű kontrasztokat lehetne képezni. És egyetlen egy eset van, amikor viszont ebben a kettősben Melindából kitör az indulat. Már akkor régen a kizökkent elme állapotában van, és itt derül ki, hogy a holddal azért nem jó, hogy mondjam, kukoricázni. Mert otthonában, a rákban, míg családi körben az anyaságot képviseli, addig nagyon is, hát hogy mondjam, csak ereje, hát tudatában van, és ha ebben megsértették, azt, aki megsérti, azt a ráknak a harmadik, most nem dekanátusa, hanem holdháza, nem tudom, emlékszünk-e még az milyen állat volt, hát a ráknak mi felelt meg a keleti állatövben? Emlékszünk még? Az ökör vagy a bivaj, tehát az ökör. A második holdháza az a gólya volt nálunk. Tehát ő hozza voltak éppen a gyermeket, ez a közepe. Itt van Jupiter erőben. Na de a harmadik holdháza az micsoda? Az a párduc bizony. És a párduc már megmutatja a karmait, és hogy mutatja meg? Hát ezt érdemes felolvasni, mert nem hisszük el. Ha én ezt a párbeszédet, pontosabban ezt a kirohanást anélkül olvasom föl, hogy mondanám, hogy ki mondja, nem hinnénk el, hogy ki volt. Közvetlenül a Bánk Gertrudis összecsapás előtt, ugyanis ott van Melinda, őt akarja eltávolítani. Gertrudis, de ez egy nagyon lényeges dolog. Hiába iszonyatosan kínos már neki a dolog, nem úgy küldi el, hogy mondjam csak, na vigyétek el, hanem behívatja magához, és még neki áll feljebb. Tehát neki lényeges, hogy még meg is alázza, és csak aztán küldje el. Na most ebben érdemes felolvasni Melindának a szerepét, mert nem fogjuk elhinni. Azt mondja, hogy igen, itt már benn van Bánk, ez már nem az. Pillanat, senki ne hagyja el a helyiséget, mert ezt érdemes megkeresni. Az az igazság, hogy a tanulmányban, amit igen, itt van. Tehát azt mondja, hogy Gertrudis szeliden, el kell az udvarunk hagynod, Melinda. Melinda, el, helyes. Gertrudis, de minden lárma nélkül. Melinda, semmit se félj, hogy pompásan hagyom el. Gazdagon jövék abba, és koldusi módra költözök ki abból. Gertrudis, szegény Melinda. Jó, nem? Melinda, és te tudsz így szólani? Gertrudis kezét nyújtja a csókolásra. Erre mondja az ember, van pofád. De ez így történik. Hát ha még nem találkoztak az esettel, majd fognak. Hát ne érjék meg. Melinda nem fogadja el. Ebben a darabban ez az egyetlen igazán férfias cselekedet. És itt nincs vége. Melinda, el ezzel a szennyes kézzel. Gertrudis, Melinda! Melinda, nem csókolom. Nem is csókolhatom azon kezet, mely utat nyithatott lelkem kirablására. Úgy, de hát kiállhat a pestisnek ellene, hogy el ne terjedjen.
Most, ha valaha jellemezték ezt a gertrudiszi magatartást, hát itt most telibe van találva, és ezt nem Bánkbán, nem Peturbán, hanem Melinda mondja ki. Gertrudis, te oktalan, tudod, hol és kivel beszélsz? Melinda, veled, koronák bemocskolója. Aki megloptad királyi férjedet, kitépted kezéből a jobbágyi szíveket, áruba tetted a törvényt, nyomád a nyomorultakat, mártírrá tetted az erkölcsöt, és sírva fakad. Testvéri indulatból egy szentelen nyoszójának eltörése véget, királyházadban bordét nyitottál. Melinda a szelíd, a vértelen, ugye? Gertrudis az oldalajton kikiált, ha asszonyok! És akkor itt jön be már Mikhál, tehát a történet újabb fordulatot vesz. Na most így telibe találni, keményen, szembe, semmelyik szereplő. Tehát itt bizony Melinda nagyon pontosan azt mondja el, amit önmagának a túloldala tud csak elmondani valakinek. Tehát ha ezek után valaki azt mondja, hogy egy fél mondatot lehet húzni Katona Józsefből, ennyit erről. Hát nagyon sokat nem fogok felolvasni, akkor nem érünk a végére. Tehát lényeg az, hogy itt megint tengelykapcsolatról van szó. Ugyanígy tengelykapcsolat volt egyébként a Bánkbán és Otto kapcsolata is. És ez mire figyelmeztet? Arra, hogy megint világdrámával állunk szemben. Tehát én nem arról van szó, hogy a magyar, a nagy úr, a büszke, a nem tudom micsoda, és az idegen, a meráni, nem erről van szó. Hanem arról, hogy mindennek van egy színe és van egy visszája. Tehát nekem bizony a saját vétkem testesül meg Ottóban, és ha nekem ilyen típus az erényem, akkor nekem a vétkem is olyan típusú lesz. Tehát annak megfelelő, annak a túloldala lesz a vétkem, és ezzel kell megküzdenem. És ha én semmi más nem vagyok hajlandó tudomásul venni, csak a minden tetre a neki megfelelő büntetést, akkor elvesztünk. Akkor mindannyian elvesztünk. Tehát ha az ingyen kegyelmet nem tudom a végjátékban bekapcsolni, akkor nincs vesztes és nincs nyertes, aki ügyesebben könyököl, az lesz a nyertes. Tehát a ingyen kegyelemnek be kell jönni a képbe, mert különben nem az emberről szól a képlet. Akkor nem nekünk mondja el, hanem megmondja a fő emlősnek, hogy milyen a viselkedésének a következménye. Tehát minden esetre egy ugyanazon tulajdonságnak színe és visszája jelenik meg. Akkor most nézzünk egy kicsit tovább, és akkor nézzük meg ezt a halak szűz tengelyt. A szűz tulajdonságnak a metszően éles ész, a racionalitás mindenek fölött, a minden kapcsolatban a pénz, a pénz, a pénz, tehát ne felejtsük el, hogy itt Merkur van otthon is és erőben is. És ahol a pénzem van, ahol a gazdagság, ott van a hazám. Tehát valójában nincs hazája sem. Most a jelenlegi világhónapnak sajnos ez a testisége. Tehát ez a világ proletáriai egyesületek, ez nem egy kis csoportnak a jelszava, ez egy tendenciának a megfogalmazódása. Igaz, hogy az elképzelhető legnegatívabb módon, de akkor is ez benne van a korban. Ezt nem lehetett volna meghirdetni mondjuk ezelőtt 500 évvel. És ezután már 500 éve megint nem lehet, tehát bizakodjunk, mert ez az őrület el fog múlni. Tehát az, hogy legyél teljesen egyöntetű, mindegy, hogy milyen a bőrszíned, nem tudom, hogy ismerjük ezeket az óriás plakátokat, ahol mindegyik, ott van egy néger, ott van egy indián, ott van egy kínai. Szóval ez az összemosni minden, de már nem is tudom, hogy melyik a férfi, melyik a nő, mert már eleve így mossa össze. Nos, ez egy betegség. Tehát mindent, ami tényleges sajátosság lenne, ami előre vihetné az emberiséget, összemos, egyetlen egyedet sokszoroz meg, ez egy klónozott emberiségnek a hogy mondjam csak, az előrevetítése. Majd látni fogjuk, ennek az ember tragédiájában meg lesz a maga színe, de hát ezt most nem akarom előrevetíteni. Ez egy tényleges veszély, és soha nagyobb nem volt, mint a jelenkorban. Mert ez most a testiség szintjén, tehát a megvalósult élet szintjén, nem az eszmeiség szintjén, hanem ez tényleg megvalósulóban van.
Tehát minden esetre ezt akkor gondolom, hogy fölismertük, hogy kiről van szó, de ha nem, akkor elmondom, hogy hogy hal meg a darab végén, nem is olyan a legvégén. Hozzáteszem, hogy állandóan híreket hoz. Tehát az, hogy itt egy merkuri szerepről van szó, az teljesen egyértelmű. Most ezeknek a híreknek semmiféle valóság fedezete nincs. Ezt tessék rögtön tudomásul venni. Vagy elhiszem őket, vagy nem hiszem el. Tehát azt jelenti, hogy minden egyes híradása kétesélyes. Kiről beszélek? Természetesen Bibera, egy lézengő ritter. Hogy hal meg? Éles elmélyűen elkezdi, most elnézést a kifejezésért, cikizni Ottót, a vízöntőt. Na most a vízöntővel azért kell vigyázni, mert ennek a megfelelője, mint említettük, keleten a majom, és a majom az bár nincs belső vezérlése, tehát állandóan igényli a mintaképet, tehát csak azután tud igazodni, viszont a leghíjúbb az egész évkörben. Tehát az azt jelenti, hogy hihetetlenül hiú. Tehát egy század résznyi adag a bántásból elég ahhoz, hogy fölkapja az agyvizet. Na most ehhez képest mit csinál vele Bibera? Mert ő meg a szűz képviselő. Állandóan leiskolázza. Folyamatosan szégyeníti meg. És mindig, mikor már padlón van a majmunk, akkor odalök neki valamit. Például a varázsszereket. Ugye az egyiket az altatót a nénjének, másikat az ajzószert, ugye Melinda részére. De már akkor tényleg a padlón van ez a hiú állat, és ez gyülemlik föl benne ez a sértettség. Ráadásul, amikor végeztek, és rákérdez a maga, hogy mondjam, metsző hát logikája mentén, hogy rákérdez Bibera, hogy na, sikerült-e? Akkor megint úgy tűnik, hogy nem sikerült. Miért? Mert csak vigyorog, de nem válaszol. Nem, tehát ebből egyértelműen le lehetne vonni, ha biztosan nem sikerült, mert ha sikerült volna, ez az idétlen egyfolytában teleszállja a mondanát, de nem mondja. Tehát ez azt jelenti, hogy ezt úgy játsszák, hát én láttam ennek filmfeldolgozását is, hogy az ember egyszerűen törölgette a verejtéket a homlokára, hogy lehet ilyen idióta módon előadni. Szóval úgy adja elő, mint egy gigoló, akinek sikerült a 27. nőjét is, nem tudom, magáévá tenni valahol a színfalak mögött. De nem erről van szó. Teljesen más a helyzet. És minden esetre a vége felé, mikor már tényleg arról van szó, hogy nagy bajban van Ottó. Nagy bajban, mert már tudja, hogy itthon van a nagyúr, tudja, hogy mindenki mindent tud, és hát szűkül körülötte a hurok. És akkor segíts megint azt, hogy majd adjál tanácsot. Ugye, na most, ő pedig mit csinál? Tehát nem tanácsot ad, hanem leiskolázza. Most ismerjük ezt a tulajdonságot, mikor a jobban tudó idején, és akkor ráolvassa, hogy ezt is rosszul csinált, azt is rosszul. És akkor már benne forradű, hogy nem azt kértem, hogy bírálja, hanem hogy mondd meg, mit csináljak. És addig, amíg odáig ingerlik egymást, hogy végül is Bibera ráolvas, hogy ho-ho, hát ő aztán tudja, hogy ki volt annak a királynak a gyilkosa, hát akit ugye Fülöp királynak, akinek hát a gyilkolása miatt kellett Ottónak elmenekülnie a hazájából. Tehát ő bizony tudja magyarul, hogy te voltál az, kedves Ottókám. Miután már hosszan leiskolázza, ezt is rosszul csináltad, azt is rosszul csináltad, és egyébként pedig szevasz, nekem nincs szükségem erre a kapcsolatra, én nekem nem itt van a hazám, hanem ott van, ahol többet fizetnek, és viszontlátásra nem fogok mellette további statisztálni. És akkor elindul a kijárat fel, és még bamba módon még visszaszól, mert ő a jobban tudó, ugye Bibera? Ő a szűz, ő a nagyon-nagyon sokat tudó. Hogy de én még azt is tudom, hogy ki volt Fülöp királygyilkosa, és megindul kifelé. Na most ezt nem kellett volna tennie. Miért? Mert utána ugrik Otto, és hátulról ledöfi, mert ő meg így dolgozik. És ledöfi, és ekkor van az a jelenet, amit vagy eljátszanak, vagy nem, mert egyszer nem figyelnek oda, de a darabban benne van. Hogy a kardja keresztbe áll a lábai előtt, és azokban a kardjában botlik el. Na most, ha ezt a tartást látom, hogy valakinek itt vanja, és ez keresztezi, ez melyik egység az évkönyv? Ilyen csak a szűznél van. És a saját éles elmélyűségének a jele a saját kardja. Addig-addig osztja föl vele a problémákat, míg egyszer csak saját magát keresztezi, és elbukik benne. Tehát
hogy na most akkor megvolt-e benne, akkor megvolt, igen, akkor megyünk tovább, egy ilyen, most ez is megvolt, igen, ez is megvolt benne. Tehát ez a mi közelítésünk a műhöz, ez nem a szerzőnek a közelítése. A szerző pedig telibe találja dolgokat. Miért? Azért, mert megvan benne ez a fölszabadulási képesség. Tehát nem a racionalitás, hogy mondjam, csapdái között tévelyek, hanem teljes emberségével a teljes univerzumra tud ráhangolódni. Na minden esetre a Biberahim magatartás tökéletesen, de olyan szövegei vannak benne, ő elmondja egy adott pillanatban, persze mindig Ottóval kapcsolatban, elmondja neki, hogy milyen volt az ő gyermekkora. Tehát mivel kezdte? Tehát már a szüleivel úgy csattant össze, hogy egész egyszer elüldözték otthon, akkor kolostorba vonult, tehát a szüzességet próbálta ki, de nem ment neki. Tehát ez azt jelenti, hogy mind, akkor ahány nő kapcsolata volt, ő leírja, hogy egyetlen egy sem sikerült. Tehát nem tud párkapcsolatban feloldódni. Miért? Mert ő mindig fölénybe akar kerülni. És mindig úgy, hogy ő jobban tud. Na most nincs elviselhetetlenebb partner, amelyik minden kérdésben neki kell, hogy igaza legyen. Egyszerűen elviselhetetlen. Teljesen mindegy, hogy férfi. Látjuk itt, szó sincs nőgyűlöletről. Egyértelmű férfi a megjelenítője. És akkor most nézzük meg, hogy az ő szembe lévő tulajdonsága kiben nyilatkozik meg. Hát itt azonnal észre kell, én nem véletlenül hagyom későbbre a nyilassal szemben lévőt. Tehát nem feledékenységről van szó, hanem azt tényleg nehéz fölismerni, pontosabban ahhoz már azért kell némi előképzettség, tehát azt hagyjuk a végére. De a halakat borzasztóan egyszerű fölismerni, és meg kell mondjam, hogy én ebben nagyon sokat tanultam Katona Józseftől, általában is, de amiket ő meg tud fogalmazni szerepekben, azt jelenleg nem is tanítják egyáltalán az asztrológusok. Tehát olyan tulajdonságokat, amiket ha már az ember egyszer észrevett a darabban, hát utána egyszer nem tudok mosolygás nélkül hát ilyen emberekkel találkozni. Előre megmondom, mire hogy fog reagálni. De ez nem azért, mert én olvastam Bakta Jervin csillagfejtés könyvét, mert az egyszerűen nem megy bele a fejembe. De azért, mert itt cselekményanyagba ágyazva azonnal észre lehet venni. Persze, hát így viselkedik. Na most a halakat miről lehet fölismerni? Hát emlékezzünk vissza. Arról, hogy minden kérdésben az egyik a másiknak ellent mond. Most van egy olyan szereplő, ráadásul ketten vannak. Tehát van egy olyan kettő közül, akinek szinte semmi más szerepe nincsen, egyetlen hosszú szöveget kivéve, hogy ha valaki mond valamit, ő azt mondja rá, hogy vagy mégse. Aztán, ha valaki negatív módon mond valamit, akkor azt mondja, vagy mégis. De végig az egész darabon keresztül ez a szerepe. Hát itt, aki ismeri a darabot, azonnal rá ismer, kiről van szó. Egyébként pedig egyetlen hosszú szerepe van, az elején van, ahol kiderül, hogy egyébként kihalna a családja, tehát kettőkért, itt a halakról van szó, ne felejtsük, ez nem egy termékeny közeg. Tehát már úgy van, hogy a másik a kettő közül, aki viszont egyfolytában vagy alszik, vagy sír. Szó szerint, elejétől végig. Ha jó formában, akkor alszik. Ha fölriasztják valami miatt, akkor mindig valami miatt mindig sír. És természetesen a hajába kapkod, ezt nem tudom utánozni. Tehát mindig az ősz hajával példálózik. Tehát azt jelenti, hogy ki fog halni bojóti nemzetem, ki fog halni bojóti nemzetem. Ez az egyetlen igazi témája. Na most ehhez képest a másik az meg elmondja, hogy hát nem fog kihalni bojóti nemzetünk. Miért? Mert ő találkozott az erdőben, az erdő az mindig az aratónak, tehát a szűznek a közege. Tehát ahol nem egy-egy fa az érdekes, hanem sokan vannak, tehát maga a sokság. Tehát nincs egyéni jellegzetesség. Tehát mi általában úgy tanuljuk, hogy a fától nem látjuk az erdőt, de ennek a vissza, tehát a fordítottja legalább annyira veszélyes. Amikor az erdőtől nem látom a fát. Tehát csak a sokaságot látom, és nem látom benne az egyéniséget. Na most ez a szűztulajdonság. Tehát ide megy be az erdőbe, és kivel találkozik? Egy boszorkányszerű öreg asszonnyal. Na most az kicsoda? Az évkörben nyilvánvaló a szűznek a megfelelője, nincs más megfelelője. Tehát ez kiderül, hogy nem is a rossz fokozat van.
Tehát ez nem a rossz fokozat, hanem az, akinél az ő gyerekei vannak. És miért vannak nála gyerekei? Azért, mert ennek a hősünknek a felesége, hát hogy mondjam, sorozatlövés áldozata lett. Magyarul 7 produkált egyszerre. Tehát egy valamiből, de aztán sokat. Nem tudom, érthető-e. Most ez a szűznek, mint tendenciának a testetöltése. Magyarul 7 szült. De az asszony annyira szégyelte magát, mert ezt általában az a kor, amelyikben játszódik a cselekmény, ez bűnös szerelem termékének tekintette. Tehát már az ikreket is, nemhogy a többszörös ikreket. Tehát az annak tulajdonított, hogy több emberrel. Hát, ha 7, akkor 7-tel. Tehát, és mondjuk ma ezen nem nagyon akadnánk fönn, de akkor ez egy nagyon komoly vétségnek számított, és ezért a 7 közül 6-ot ő azonnal, hogy mondjam, kiadott, és azzal, hogy hát nem is óhajt tudni róluk. És véletlen, ugye soha nincs véletlen dramaturgiában, tehát találkozik vele ez a hősünk, hát most már mindjárt megmondják a nevét, kiről beszélek. És végül is tudomásul vette, hogy ő ebben a tengelyben van, tehát aki állandóan sír vagy alszik, az Mikhál bán, és a testvére meg Simon bán. Tehát ez a 2. És rendkívül érdekes a dolog, mert az utolsó pillanatig ez a vagy mégse, vagy mégis, a másiknál meg vagy sír, vagy alszik. Tehát egy egészen végletes energiaveszteség, amit csak úgy tud pótolni, hogy valaminek ellent mond. Ha én a mai általános reagálást nézem, például nézzünk meg tévévitát, vagy egyáltalán hallgassunk bele, hogy mondjuk 2 viszonylag értelmes, még nem is mondom, hogy fiatal, ez lehet nyugodtan már 30-40 éves. Hogy kezdi? Hát egyik mond valamit, a másik rögtön ezzel nincs igazad. Vagy azzal, hogy de. Tehát nem az, hogy igen, hanem az, hogy de. És akkor még jól járt a beszélgető partner, mert általában nem így kezdem, úgyhogy nem. Erre egészen biztosak lehetünk. Tehát most ugye halak mentalitása dolgozik. Egyszer el se tudja képzelni, hogy másképp reagáljon a másiknak a igazoltan távozik. Egyébként ő a dramaturg, tehát minden oka megvan rá, hogy távozik. Viszont nekem főnököm, úgyhogy nekem minden okom megvan, hogy tapintatosan kezeljem a dolgokat. Tehát minden esetre a 2-ből az egyik, ugye Simon bán, a másik pedig Mikhál bán, és ha vissza tudunk emlékezni a képes krónikának, a vendéglovagok 12-ességére, emlékszünk még a halakat, kik képviselték? Az pont Mikhál bán és Simon bán, tehát ugyanez a 2. Ez akkora döbbenet volt számomra, mert már réges-rég megvolt a bánkbánnak az elemzése, amikor egyáltalán fölmerült, hogy a képes krónikát lehet ilyen keretek közt értelmezni, és félreérthetetlen, hiszen ott sorba vette a szerepeket. Bizony Simon bán és Mikhál bán szerepel ott is a halak megjelenítőjeként. De abban is biztosak lehetünk, hogy Katona József nem onnan merítette, hiszen a Bécsben volt a királyi könyvtárban, de nem férhetett hozzá. Szövegéhez esetleg, de a képanyaghoz biztosan nem. Tehát ezek annyira gyönyörűen mutatják, hogy itt nem a tanult tudás az, amelyik a dramaturgiát a remek műveknek meghatározza, hanem egy teljességgel, kicsi teljességgel, nagy teljességre való direkt ráhangolódási képesség. Ha erre nem vagyunk képesek, okoskodhatunk, amit akarunk, nem fogjuk teliba találni a világ működés rendjét. Tehát itt vagyunk a halaknál, és utolsó pillanatban itt a halaknál, azért ne felejtsük el, még egymáshoz képest is egy káini erkölcsnek kimutathatónak kell lenni. Ki lehet mutatni, vagy nem? Hát akik jobban ismerik, hát mélyebben ismerik a bánkbánt, azok tudják, hogy ez a szerencsétlen Simon bán. Pontosan, hát Mikhail is Simon, ő azért szerencsétlen, mert föladták. Tehát Mikhail a 2 közül, hát aki egész más ügyben megy be a királynőhöz. Királynő természetesen azonnal összeesküvést, tehát a kérelmet már magát is összeesküvésnek minősíti, és azonnal úgy teszi fel a kérdést, hogy már Mikhail föl is adja a saját testvérét. Érthető? Tehát a végjátékban még az egymás elleni, tehát Káin-Ábel kapcsolat is
kifejeződik. Döbbenetes. Természetesen, amikor erre rádöbben Mikhail, azonnal elsírja magát. Hát rögtön rájön, hogy ő árulójává vált a testvérének. Tehát olyan zseniálisan van fölépítve, hogy az ember szinte föl se figyel erre a mozzanatra, mert utána már fölgyorsulnak az események, tehát végülis nem végzik ki se Simon bánt, se Mikhát, de a legközelebb állnak már ekkor hozzá. Tehát az, hogy ő föladja, teljesen naívan, jó hiszem, ő nem is tudja, hogy ezzel föladta. De mégiscsak árulójává vált. Na most, nagyon egyszerű dolgokra fogok rákérdezni. Tehát Skorpió Bika. Hát ezek közül mind a kettő nagyon könnyen kitalálható. A skorpióra az jellemző, hogy vagy önmagát, vagy önmaga tudja csak legyőzni, vagy egy másik skorpió. Tehát ez azt jelenti, itt marsi tulajdonságokat kell keresnünk, és itt egyértelmű egy nagyon harcias valakiről lesz szó. Aki legyőzhetetlensége tudatában nagyon messze elengedi saját magát, és ez lesz a veszte. Tulajdonképpen öngyilkosságot követel, annak ellenére, hogy nem maga magát öli meg, de olyan helyzetbe hozza magát, hogy egyszerűen kivégzik. Már nem mondom el milyen módon, mert azonnal rájövünk. Egyébként, ha tudjuk, hogy ennek a ló keleten a megfelelője, és azt is tudjuk, hogy ebben a menetben van az egyéni élet, akkor a lónak erre van a farka, és ha én erre rákötök valakit, akkor halálra húzzák, kiről beszélek, és így végzik ki. Peturbán természetesen. Tehát az egyéni életét így fejezi be. Egyébként ez a lófarkára való köttetés egy nagyon-nagyon csúnya kivégzési mód volt, de hozzáteszem, már halálra sebezve került ebbe a helyzetbe, és még ott is a királyát éltette. Tehát egy nagyon lényeges dologról van szó. Itt ilyen kapcsolat egy halálra kínzott. Egyébként nem a király ítélte őt halálra, a király legnagyobb megdöbbenéssel hallja ezt, hanem kik? Ottónak a hívei. Tehát itt a majomnak a bosszúja volt, miközben a majom már elmenekült. Na, a lényeg az tehát, hogy Peturbán, ezt nem volt nehéz kitalálni valójában, hanem a vele szemközti. Tehát ennek a tulajdonságnak van egy olyan képviselő, aki a bikában, a bika az az érzéki tapasztalás, evés, ivás, tehát körülbelül ezen a szinten éli meg az életét, és ne felejtsük el, hogy keleten a disznó a megfelelője. Most a disznónak mi a legjellemzőbb tevékenysége? Most ne tessék azt mondani, hogy disznókodik, mert azt én is tudom. Hanem, mit csinál? Túr. Ha valaki földet túr, az milyen mesterség? Paraszt. Ki a paraszt ad a Tiborc? Köszönöm szépen. Tehát egyfajta Tiborc panasza végig ezen a szinten jellemzi az életet. Egy tökéletes jellemzés. Egyébként hozzáteszem, hogy elég sok vád érte Katona Józsefet, hogy éppen a leghatásosabb szöveg egy többek között Tiborc panaszát, ő már előtte megírt német darabokból, hol prózai műből, hol drámai műből vette át, szinte egy az egyben. Most csak egyet felejtenek el. Mi már éltünk olyan korban, tehát az én korosztályom pontosan tudja, hogy bizonyos nagyon kemény szövegeket mi Ilftől és Petrovtól, mint nagy szovjet szerzőktől idézhettünk. Majakovszkitól átvehettünk, mert ők jó elvtársak voltak. Ideális esetben Sztálin elvtárst is, amikor már nagyon kemény szövegeket kellett. És ha akkor a vizes lepedőt ránk akarták húzni, akkor mutattuk, bocsánat, itt van a forrásom. Tehát ebben is zseniális volt Katona József. Tudnék, neki tényleg félni kell. Itt olyan dolgok hangzanak el a Tiborc panaszában, hogy nem nagyon merik őket ma sem előadni. Ha előadják, akkor ripacsokkal adatják elő, minősíthetetlen hangvétellel. És képzeljük el, ha valaki ezeket a súlyos szöveget elkezdi ironizálni, már magán a szerepén belül. Érthető? Most az ilyet én lepofoznám a színpadról, de nem is állnám meg, hogy utána a rendezőt azonnal szintén föl ne pofozzam. Hát hogy jön ahhoz? Tehát ezek a lehető legkeményebb, húsba vérbe vágó mondatok, és ezek mind ma
bár ironikusan mondhatnánk el, de nem mondhatjuk el ironikusan, egy az egyben így történik, és egyre inkább Tiborci lesz a magyarság sorsa a saját hazájában. De egyre inkább, de most már tényleg nem győzöm mondani, napról napra több a hajléktalan Pesten, aki ilyen kemény hidegekben is az utcán alszik. De hihetetlen egyszerűen. Az ember budai várnak az oldalánál végigmegy, ott vannak ilyen árkádok kívül, és már ott, mint fecskefészekben, ott laknak. Tehát teljesen szabadban. Tehát nem elég, hogy az aluljárók tele vannak vele. Miközben statisztikai adat, hogy Budapesten eladhatatlan lakások tömege. És ez egy szociális jóléti társadalom. Tehát itt már végre tessék már a tényekre fölfigyelni. Tiborc országában vagyunk. Tehát ezeket nem szívesen hallják, és már magára gondolatra, hogy ez el fog hangzani a színpadon, már rosszul van mindenki, és teljesen oktalanul, egyébként semmi oka nincs rá, elkezd kihúzni szövegeket. És ha egyszer megnézték volna, de senkit nem biztatok rá, ezt a Vidnyánszky Attila féle földolgozást, hát ott semmi nem maradt az eredeti szövegből, semmi. Tehát nem arról van szó, hogy meghúzta a darabot, egyáltalán nem Katona József bánkbánja. Tehát abban maradtak ilyen foszlányok, töredékek, meg behozott bele más egyéb szövegeket, ilyet Katona József szövegébe behoz más szövegeket. Nem tudom, érthető-e. Szóval ez már tényleg olyan, hogy ennek semmi köze nincs már dramaturgiához, irodalom, hogy mondjam, művészethez. Itt egészen egyszerűen ez ifjúság elleni büntet, pontosan egy nemzetellenes cselekedet. Itt nem lehet másképp jellemezni. És akkor utána még normálisnak tűnő emberek is elkezdik mentegetni, hogy de hát ez a művésznek a joga, nem joga. Ahhoz van joga, hogy saját neve alatt ezt a férc munkát közzéte, ahhoz van joga. És akkor ez van, hogy Vidnyánszky Attila, / Bánkbán variációk, zárójelben Katona József szövegeinek felhasználásával. Ez igen, akkor aki akarja, meghallgatja. De így, hogy Katona József Bánkbán vonultak be az iskolák, és a második felvonás se válták meg, már jöttek kifelé. Hát ezt egyszer nem lehet nézni. Hát én végignéztem elsőtől az utolsó mondatig. Hát egyszerűen botrány. Tehát ehhez képest még az ember tragédiának a szintén botrányos ellenfeldolgozása, még az is elviselhető volt. És mindez a művészi szabadság címszava alatt. Na tehát akkor ezt a tengelyt megbeszéltük, és akkor még egyet, ezt a mérleg és kost, ezt aránylag hamar végig tudjuk vinni, mert a kos egy nagyon heves marsi tulajdonság, marciális, tehát azt jelenti, hogy azonnal neki megy az ellenfélnek, és hát ha szerencséje van, akkor sikere, ha nem, akkor betöri a fejét. De ez a jellegzetessége. És általában fiatallal szokták játszatni, és ellenállhatatlan. Tehát vagy a feje megy, vagy pedig nagyon kis híja van, hogy egyébként be nem töri a fejét. De egészen pici híja van a darabban. Kiről beszélek? Nem nagyon maradt szereplőnk. Egyről. Salommesterről. Tehát teljesen nyilvánvaló. Ő az, aki végül is előre jön, tehát az előörsöt vezeti, amikor hazaérkezik a király. Ő menti meg Ottót, amikor már Petúr ott van, egyébként Petúr ott hibázik, hogy azonnal le nem öli, hanem kínhalára akarja adni. Na most, aki a másiknak a szenvedésében akar gyönyörködni, az sajnos saját maga fogja elszenvedni ezt a szenvedést. Ugyanis Petúr kínhalállal végeztetik ki. Tehát itt nem arról van szó, hogy én tobzódjam az ellenfelem kínjaiban, akármennyire jogos lenne ez, nem erről van szó. Azt kell, hogy a jogos büntetését kapja meg, de ne kéjelegjünk a szenvedésében. Mert ez visszajut ránk. Tehát végülis pontosan ugyanettől, és ugyanennek a mulasztásnak a következményeképpen szenvedi el a kínhalált Petúr. Ugyanis betör közben Salommester a katonáival, és ez alatt a pillanatnyi zavar alatt Ottó megugrik. És Ottónak könnyű megugrani, a vízöntő az tulajdonképpen egyetlen mozgástendencia. Tehát ő neki nem az alakisága az lényeges, hanem ez a szétfolyó magatartása. Tehát elillan szó szerint.
És hát utána árt a maga módja, Melindát ő öleti meg, Peturbánt ők kinosztatják, tehát a hívei kinosztatják halára, tehát visszajut a dolog. Én akartam a te kínjaidba gyönyörködni, most akkor te fogsz gyönyörködni az én kínjaimban. Ne felejtsük el, hogy ez a kettő egymásra derékszögben van. Tehát a skorpió tulajdonság Peturé és a Ottoé azok a lehető legellenségesebb viszonyt testesítik meg. Egyébként az Otto magatartása az természetesen éppen emiatt Tibor célra is derékszögű. Tehát ez a két mentalitás nem tud megférni együtt. Ha tovább is Otto mentalitása lenne a jellegadó, akkor Tibor céhen halna. Családostul és a Tiborcok folyamatosan. No, tehát minden esetre itt Solommester, és hol van az a pillanat, amikor kisfiám betöri a fejét? Hát ne felejtsük el, hogy tele van energiával. És amikor a kétféle királyság, tehát a világi típusú és a szakrális királyság ellentétbe kerül egymással, akkor már kihúzná a kardját a király, amikor Bánkbán mit mond neki, sőt, eleve már megelőzi ezt az a jelenet, amire itt a kedves kolléganő hivatkozott, amikor ítélni akar, tehát ítélkezni akar második Endre Bánkbán fölött. Ítélkezhet? Nem ítélkezhet. És nagyon lényeges, hogy miért nem. A szöveg szépen megmondja, hát ezt idézte a kedves kollégina, tehát, hogy Árpád és Bor nemzetsége között csak a nemzet lehet ítélőbíró. Tehát azt jelenti, hogy ők különböző nemzetségből származnak, most erre azt mondhatjuk, de hát Bornak nem is volt nemzetséget, ilyet nem ismerünk, de igen. Ismerünk, bármilyen furcsa hangzik, ismerjük. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor Attila származási táblájáról van szó, bizony megjelenik, mégpedig eléggé mélyen a történelemben. Tehát jóval mélyebben, mint ahogy az Árpád ház elindul. Tehát ez azt jelenti, hogy ha én pusztán a történetiség vonalán keresem ennek a magyarázatot, akkor is meg lehet találni. És megint egy nagyon érdekes adalék, nem régen fedeztek föl Dunántúlon egy ilyen iskolai palatáblát, amin rovásírás jelei voltak. Ezt Marton Veronika dolgozta föl, egy nagyon érdekes, jó feldolgozása van. És abban például van ilyen mutatvány rovásírásos felirat, és abban szerepel Bor. Szerepel Bor, mint egy nemzetségnek az elindítója. Tehát ez egy létező hagyomány, ami azt jelenti, hogy ha akarom, mondom, történetiség síkján is értelmezhetem, na de értelmezhetem más síkon is. Hát a Bor mit jelent? Hát a vízöntőnek a megfelelője. Tehát azt jelenti, hogy itt a spiritus, a szellemiség szintjére kerül az élet, és az hol van? Az pont az oroszlánnal szemben van. Tehát az azt jelenti, hogy amit a legrosszabb hatásfokkal Otto képviselt, azt az ős Bor, azt képviselte a maximális szinten. Tehát azt jelenti, hogy ennek a két tengelynek, tehát ennek a két tengelynek nem lehet egymás, tehát egyik a másikat nem ítélheti meg. Mert két különböző mérce hát működik. És ez azért borzasztó fontos, mert mi aránylag sokat tudunk erről a vízöntő ikrek tengelyről. De az oroszlán, bocsánat, a nyilas ikrek tengerről, de a vízöntő ikrek, az vízöntő oroszlánról meg nagyon keveset. Nagyon keveset. Még érdekes módon a vízöntőről aránylag többet, az oroszlánról szinte semmi megbízhatót. Csak tüneteket ismerünk. Tehát annyit ismerünk, hogy ha az ember nagyon fölbosszantja, akkor is átvezeti a vakbácsit az utcán, amikor nem akar átmenni. Tehát minden áron gyakorolni akarja a jót. És hogy nem jó fölbosszantani, mert túlcsap önmaga medrén, és akkor úgy ontja a hőmérsékletet, itt már nem a fény van ám a maximumon, hanem a hőmérséklet. Tehát ez az oroszlán hava, ez a kánikula hava, és akkor már minden kiég a természetben. Senki nem kívánja már, de ő ontja az energiát. Tehát azt jelenti, hogy nagyon jó lenne többet tudni az oroszláról, de egyelőre inkább csak hát kapizsgáljuk, hogy miről is lehet szó, és ne felejtsük el, itt a csillagképek széthúzódnak. Tehát a vízöntő halak bak, ez úgy alakul, hogy egymásra terpeszkedik három csillagkép. Pontosabban a középső a vízöntő, az ráterül a két szomszédjára. Most a túloldalon mi történik? Ott meg széthúzódnak.
tehát a halakkal szemben a szűz, a vízöntővel szemben a oroszlán, és a bakkal szemben a rák. Közöttük hatalmas rések vannak. Tehát hiába rajzolja be a csillagász, hogy igen, eddig tere jó van, de ott nincs semmi. Tehát azt jelenti, hogy ott nagyon kiszámíthatatlan ám, hogy mi jön be, meg mi nem jön be. Tehát lényeg az, hogy a két minőség között nem lehet az egyik a másikkal szemben a saját mércét nem alkalmazhatja. Még a szakrális fejedelem sem. És ekkor jön az eset, hogy hát nincs mese, akkor viszont meg kell vívniuk egymással. Tehát egy magasabb igazságtételnek kell érvényesülnie. És akkor mi történik? Bánkbán szépen leteszi a kardját a szakrális fejedelmet, és mondja, én veled, királyom, nem vívok. Ha akarod, vedd el az életemet, de veled nem vívok, mert szent vagy te előttem. És akkor jön be Salom mester, hogy majd ő megvív. Mert egy pillanatra ott leáll a cselekmény. Akkor mi lesz? Akkor most bosszulatlan marad a királynő halála? Tehát senki nem hajlandó a király védelmében fegyvert fogni, és akkor jön Salom mester. És ez az a pillanat, amikor Bánkbán viszont azt mondja neki, hogy kár lenne a te életedért. Tehát ezt az életet a nemzet érdekében is föl lehet áldozni. Itt egészen biztosan nem tudsz. Nem tudsz győztesen kikerülni ebből, hiszen ő az oroszlán képviselője, ez meg a kos képviselője. Hát hiába van erőben a nap a kosban, ez egy felvillanó erős hatás. Az oroszlánban meg otthon van. Ez azt jelenti, hogy ha az első csapását kivédi, azt pedig valószínűleg ki fogja védeni. Utána már nem játszik többet a kos. Hát az egyik ragadozó állat, a másik meg nem ragadozó. Tehát itt nem egyenlős, nem egy súlycsoport. És ekkor jön az, hogy Miskabán, Salomnak az apja, berohan egy hírrel, és most nagyon lényeges a dolog. Mi ez a hír? Az a hír, hogy Biberach halálánál ott volt Miskabán, és még hallotta, hogy Biberach az utolsó, halála előtti utolsó közlésben ezt mondta, hogy a királyné ártatlan. És emiatt Miskabán alatt Tomos gyilkosnak nevez, pontosan azt már Peturbán is ennek nevezte, de ő óvja a fiát Salomot, hogy nehogy ezzel az alattomos gyilkossal összemérje a kardját. És itt van vége tulajdonképpen annak, ahol még harccal lehet valamit elérni. Tehát pontosan a fej beverése előtti utolsó pillanatban menti meg Salom mestert, hát ettől a nem éppen dicsőséges végtől. Tehát a kos tulajdonság tökéletesen érvényesülnek, de nem tudom, emlékszünk-e még, ki volt az, aki először letette a kardját a végjátékban? Salom mester volt, emlékszünk még rá? Tehát amikor Salom mester leteszi a kardját, azt jelenti, hogy itt a harcnak vége. Tehát nem ott van a megoldás. A megoldás az ingyen kegyelemnél van. Tehát ő az. Na most ki van vele szemben, aki állandóan az igazságot képviseli, tehát a szigorúan vett törvényességet. Na most nem jó a kifejezés, hogy igazságot, a törvényességet. Tehát ez már az a kor, ahol a törvényesség levált az igazságról. Tehát nincs igazságszolgáltatás, jogszolgáltatás van. Most a mérleget azt mindenfajta kiegyenlítő, tulajdonképpen mindenféle törvényes kapcsolatnak a jelölő. Ez lehet egy törvényesített házasság, ez lehet egy pereskedés, amelyen belül megpróbálják az adott helyen érvényes jogot érvényesíteni. Tehát mindenképpen, most ki az, aki még a végjátékban mindenki leveti a maszkát? Tehát ott lehet igazán látni. Először is kizárólag a törvényességre ad. Tehát ez azt jelenti, hogy arra, ami kifejeződik, nem arra, ami a mélyben. Hát hogy mondjam, intézi a dolgokat. Magyarul a felszínt a mély rovására érvényesíti. Hát nyilván ráismertünk már. A végjátékban ő az, aki állandóan visszatereli a királyt, aki már rég megbocsátott volna. Már rég, alig várja az alkalmat, hogy megbocsásson. És mindig visszatereli. Ki az? Az, hogy felfedi a halottnak a sebeit, és oda rohan szabályosan a királyhoz, és mutat rá. Bendelejben Izidóra. És itt értjük meg, hogy ő bizony, amikor őt bezárták, ha valaki ő tudja, hogy őt senki nem erőszakolta meg. Valószínűleg
kicsit fájdalmasan vette tudomásul, de lényeg az, hogy ő aztán tényleg tudja, de azt is tudja, hogy jog szerint viszont, tehát az itt uralkodó jogszokások szerint ő már kompromittálva van. Tehát a törvényesség amellett szól, hogy ő magát kompromittáltnak tekintse, és kérje az elbocsátatását Gertrudistól. Gertrudist nem engedi ugyan haza, de valószínű, hogy mégiscsak kieszközölte volna, hogyha erre sor kerül. És végig ő az, aki hangoztatja, hogy az igazságot, az igazságot, az igazságot. Na most, ha valaki semmi más nem tud érvényesíteni, csak az adott szabályrendszer szerint értelmezett igazságot, az az ingyen kegyelem fogalmával nincs tisztában. Az még a törvény korában él. Na most ez Bendelejben Izidóra. És ez az utolsó nagy próbatétele a királynak. Mert mondom, ő már régen megkegyelmezett volna. Hát látja, hát szakrális király azonnal a mélyére lát a dolognak. Hát látja, itt egy ártatlan ember áll vele szemben. És azt is látja, hogy pontosan azt vitte végbe a világi uralom képviselője, amit ő, mint szakrális uralkodó nem tehetett volna meg. Tehát az, hogy a bűnöst bűn mértéke szerint büntesse. Ezt ő, mint szakrális uralkodó, nem azért, mert a felesége Gertrudis, hanem azért, mert ő az ingyen kegyelem képviselője. És ha az az ingyen kegyelem túlárad, az azt jelenti, hogy csótányok itt egyszerűen fölfalnak bennünket. Tehát nagyon nagy kérdés az, hogy meddig lehet az ingyen kegyelmet érvényesíteni, és hol csap át tényleg hülyeségbe. Mert itt van a kritikus pont. És akkor viszont a világi uralomnak kell átvenni a szerepet, és azt mondani, jó, eddig terjedt az ingyen kegyelem. Most pedig takarodtok haza, vagy azt, amivel te engem le akartál gyilkolni, kicsavarom a kezedből, és azzal agyon szúrdallak. De ezt egy szakrás uralkodó soha nem teheti meg. Tehát ez már a világi uralkodónak a feladata, eléggé meg is szenved érte. De minden esetre egy biztos, ez a két tulajdonság mind a kettő tüzes lévén egymás dekanátusai. Tehát ha Bánkbánt kiírtja a király, azzal gyakorlatilag egy részét saját személyiségének ölte meg. Pontosan azt, amelyik a nemzet érdekeit nem csak magas szinten tudja képviselni, de foganatosítani is tudja. Ami szintén feladata a királynak. Még egyet kell tudni, azt, hogy Nyilas és az oroszlán úgynevezett misztikus kapcsolatban is van egymással. Ezzel nem nagyon foglalkoztunk eddig, most már nem is megyek bele, mert eltelt az idő. Tehát ha szellemiség tekintetében egy személy vagy egy esemény a nyilas tulajdonságrendszeréhez tartozik, vagy egy nemzet például, annak a lelkisége ugyanakkor oroszlán természetű. Tehát ez azt jelenti, hogy az érzelmek, a hangulat síkján ő oroszlán szerűen viselkedik. Tehát a két tulajdonság misztikus síkon zárt rendszert alkot. Ez nem reciprok. Tehát ez azt jelenti, hogy az oroszlán szellemiséghez nem nyilas lelkiség tartozik. Az oroszlán szellemiséghez skorpió lelkiség tartozik. Tehát Bánkbánnak a lelki állapotát kifejezi ki legjobban a darabban. Peturbán természetesen. Tehát ezek nagyon-nagyon szépen vizsgáztatható dolgok. Ez azt kell tudni, hogy ez úgynevezett misztikus kapcsolatrendszer egyáltalán nem publikálódott Katona József korában. A 20. században is egyetlen egy publikáció van, az is spanyol nyelven jelent meg. Tehát semmiképpen nem tudta olvasmányélményeiből ezt, vagy tiszta ráérzéssel, tehát egy valóban közvetlen ráérzéssel tudta, vagy egyszerűen magyarázhatatlan mindenjött, hiszen mi is mindjárt befejezzük, egyetlen kapcsolatrendszerünk maradt befejezetlen, az ikrek tulajdonságrendszer. Hát itt egy nagyon kemény dologról van szó, ugyanis ez magának a nyilasnak a testi megvalósulása. És itt lehet érezni, hogy hát ennek bizony ebben a korszakban, amiben az üzenetnek hatnia kell, hát eléggé kulcskérdés, hogy na most egy hunor magyar hogy fog viselkedni itt? Egyáltalán tud-e rendeltetése szerint és gátlástalanul, tehát anélkül, hogy komoly sérüléseket kapna a kortól,
és annak a körülményeitől egyáltalán meg tud-e jelenni. És akkor kezdünk rádöbbenni, hogy itt bizony nincs az a tiszta megjelenés, mint mondjuk a halaknál, hogy egyszer ráismerek. Tehát ezt a legnehezebb fölismerni. Most egyet kell tudni, ezeknek nagyon közel kell lenni a királyhoz. Tehát ezt nem lehet tőle távol eső személyekben keresni. És még egyet kell tudni, hogy az ikrek tulajdonság nem mindig kettőben fejeződik ki, hanem többször kettőben is kifejeződhet. Tehát ez azt jelenti, hogy a kettességnek többféle fokozatában is megjelenhet. Ez nem ennek a darabnak, nem a drámának a sajátossága, hanem ezt ábrázolásokban is lehet látni. Tehát mert éppen azért, mert nem írtják ki egymást ezek a testvér tendenciák, hanem ellenkezőleg kifejlesztik egymást. Na most, ha ez ikrek, akkor itt Merkur van otthon. És valami a király testiségéből kell, hogy ott megnyilatkozzon. Na most a királynak ki a testisége? Hát Nimrodnak ki volt a teste? Persze, gyermekei. Hát Nimrodnak ki volt a testisége? Hunor és Magyar. Tehát ez azt jelenti, hogy ő neki három gyermeke van, ugye hallottuk a felsorolást, de ebből kettő a fiú. Hogyan? Hát az egyik az kétségtelen, ő csak Bélaként nevezi, de nem lépnek színre, egy hangot nem szólnak, jelen vannak. És emlékezzünk vissza, nem az anyjukkal vannak jelen, hanem az apjukkal, csak akkor jelennek meg az utolsó felvonásban, és ilyenként az atyának, testi folytatódásaként. Igen, nem, de van egy nevelőjük. És az kicsoda? Ez a Miskabán. Tehát ő az, aki az atyát helyettesíti, amíg az atya távol van, és hát ugye hadjáratban van Galíciában, addig ő, ez a Miskabán az, aki az ikreknek az egyik fele. Most mondhatnánk, a másik fele az maguk a gyermekek, de nem ilyen egyszerű a dolog. Kell még legalább egy személy legyen, aki megint nagyon közel van a királyhoz, és szabály szerint úgy lépnek fel, hogy amikor Miskabán megjelenik, akkor ez a másik nem tud megjelenni, amikor Miskabán kitűnik a színről, ez a másik veszi át a szerepet. Na most ez az ötödik felvonásban egyértelműen kiderül, és ez pedig kicsoda? Az az udvornik, akivel szabályszerűen beszélgető társá válik a király, és aki figyelmezteti a királyt, hogy ne rejtse el a könnyeit. És akkor, tehát a legbelsőbb, lelkéig tud a királyra hatni, az ember csak hüledezik, hogy ez hogy jön ahhoz, hogy egyáltalán ilyen szavakat mondjon. De a királyból ez hozza ki, tehát ez a testiségére jellemző. Mondja, hogy neki is lehetnek fájdalmai, tehát igenis nyugodtan sírjon. És mit mond erre a király? Nagyon tanulságos. Azt mondja, ezt nem engedhetem meg magamnak, mert ha én könnyezem, akkor az elhomályosítja a szememet, és ha valaki az alatt valami közül könnyezik, azt így nem tudom észrevenni. Nem tudom észrevenni, vagy érezhető, miről van szó. Na most ez a szakrális uralkodónak a... Én ezen mérném meg a jelenlegi vezetőinket. Tehát egy roppant fontos tételről van szó. Amíg egyetlen valaki az alattvalami közül lehetőség formában könnyezik, tehát könnyezhet, addig nekem nincs jogom sírni. Mert elhomályosítja a látásom, és nem veszem észre. Ugyanis a bajt azonnal kell orvosolni. Tehát itt egy nagyon fontos kérdésről van szó, ez a testiség vonalán jelenik meg. Itt az derül ki, hogy a testi megvalósulásában mi az, amit megengedhet, és mi az, amit nem engedhet meg. És a testiség képviselő itt az udvornik. Ő azt mondja, hogy nyugodtan sírjál. És ezt utasítja el a szellemiség képviseletében a király. Tehát itt lehet látni, hogy igen, ez az udvornik, de amikor jelen van Miskabán, akkor ők ketten vannak. Amikor nincs jelen Miskabán, azonnal bejön egy másik, egy helyettesítő személy, és akkor azzal kettős. Az kicsoda? Az meg az zászlós úr. És itt lehet látni, hogy ez a kétféle tulajdonság, az udvornik és a zászlós úr, az tulajdonképpen egyetlen tulajdonságnak két arca. Mert a zászlós úr viszont ingerli Bánkbán ellen a királyt. Ugyanis a testiség igenis jelzi, hogy de nekem fáj. Tehát akkor igenis kell büntetni. Tehát a testiség nagyon erős visszahúzó erő a szellemiségnek a tiszta működésével szemben. Ugyanakkor meg szükség van rá. Tehát meg kell küzdeni vele.
és a király meg is küzd, és ennek a küzdelemnek a végjátékában hangzik el az, amit az előbb felolvastam, amikor magyarokra hivatkozik, és arra, hogy lényegében egyek vagyunk. Na hát ennyit akkor, azt hiszem, hogy végig mentünk a darabon. Minden egyéb, tehát az, kigyűjtöttem annak idején ezeket az idézeteket, de hát ez egy újabb, legalább másfél-két óra lenne, teljesen pontos idézetekkel, minden egyes tulajdonság idézhető. Annyira, hogy el is hangzanak még a nevek is. Tehát az, hogy oroszlán a bánkbára kétszer is elhangzik. De így kifejezetten. Tehát ez egy teljesen tisztán végigvitt szereposztás, és azt kell mondjam, hogy szó sincs itt semmiféle statikusságról, tehát hogy akkor hát biztos leállt a cselekmény, dehogy is. Hát amikor mi emberekről beszélünk, akkor vagy egy bolygó tulajdonság mentén jellemezzük őket, vagy egy állatövi jegy jellemzi őket. Tehát attól, hogy ez most állatövi keretekben játszódik, ez nem válik szükségképpen statikussá. Csak több szereplős rendszerje, amin belül már elsősorban az állatövi tulajdonságok hát válnak pregnáns átütő erejűvé. Hát ennyit akkor, most jó erősen kifárasztottam a társaságot. Ez a... Köszönöm szépen!